játszásunkat professzorral, Hectorral és Charles mesterrel. Hello. Melyik a mester? Milyen mester vagyok? Kőműves mester? Hát mondjuk az, attól Isten mentsen, de ja. Mi a Conan Exiles-ba is? Hogy megcsináltam? Hagyjuk. Lebeg a kőműves mester, olyan profi. Nézzük milyen. Nekem mennem aludni majd. Végre valami hasznosat is tesz-e. Miért nem esik? Nem tudom. Hát, ha fog. Wanted Dancer, köszönöm szépen a bekövetést. Király vagy, köszi. Öröbb professzor, kapsz egy ilyet. Mit adsz neki? Már megint hallok olyan fura zenét, mint amikor jönnek a nyomorultak. Öröbb, nézd csak. Megint ettél leveli béket? Megint? Vagy... Nem ettem, de az FPM sem is nagyon len van. Akkor jönnek. Hallod köszönet. A zenét? Vagy ceca van én valahol. Hallottam. Kösz szépen, mert ez a... kőfejszel nem sokára, két ütés, azt szerintem eltörik. Ott igen, ahol álltál, ott állt olyan is, azt elkezdett menni a zene. Én nem hallok semmit. Érdekes, most én se. Mi az, mit találtál? Vízbe vagyok, segítsetek! Alligátor. Lászisztány, alligátor. Menj el a vadászom. Azt a kurva. Egy vár mindenét, tehát az bebagolt a zenét. Ment utánam. Csak megvárom, hogy kintebb jöjjön. Ha már elúszott. Aha. Evegessünk. Szénhidrátra van szükségünk. Professzor úgy ne, az aligátor úgy megbasz. Ja, nincs itt, de izét akartam. A halat megbökni. Ahhoz a sokágú szigonyke. Azzal tudsz halakat megdösni. Ja. Nem emlékeztem, mintha ilyennel is csináltam volna, de lehet akkor csak rosszul emlékszem rá. Na. Csobi, a monsterert meg lehetne kakizni. Húhúj felé. Ládába bent van a szar. Na bazd meg. Nem úgy mond az tehát első. Már nincs benne, az a lényeg. Bele van szarva a ládába. Igen. Valaki bele... Valaki bele szart. Valaki bele szart a ládába. Nagy 40-es kaki benne van. Melyikre rakjam? Monstera? Melyik? Ez egy nagy szar. Aha. Nagy szar. 68-as, mind a kettő 68-as. Biztos? Há. Há. Jó, ja, akkor bocsánat, rahagyjak meg. Ha. Adok egy tüzet. Aha! Mi az? Humbai Gané. Itt sziszeg a krokodil. Krokodile. Aha, itt vagy te buzi. Volt. Van... Állj meg. Igen. Ja, kösz. Két sör. Na, itt van a krokodil, begyűjtöd? Wow, mert én közben építkezni akartam itt. Ilyen kapu féleséget akarok építeni. Na. Főzzünk kroki levest. Főzzél nekem is egyet. Csináltam most három halászlét, meg éppen sül a garnélerek. Ó, te hogy a halálfaszáról elveszi a láncsát. Ha esetleg valaki úgy érzi, hogy készítése a halat enni, vagy rákot. Kajmán húst teszünk. Valamit kell majd, igen.
Ez vékonyka. Hogy ott ül a papagáj? Gyere ide! Ülj a botom hegyére. Kapcsolati időtúllépés. Na. Professzor. Nekem Eriára írja. Professzor kilépett. Itt vagyok még mindig. Igen, nekem is azt írja, kiléptél. Akkor jó van. Ja. Csabival hát, bent vagyok. Csak nem mozog, leszedem róla a piócát. Ma én már leszettem még, mielőtt kiírtam volna. Na. Na, már innen is elment, professzor. Jó, Csabi mozog, úgyhogy én jó vagyok akkor. Illetve itt mi az? Nagy kajmán húsok itt is csűnek. Halló. Na mi az? Mi a szosz van? Ki tudja? Hát ezt mi is kérdhetnénk. Kötessél már be internetet, nem igaz. Jó, gyorsan idejövök, aztán megpróbálok elmenteni. Figyelem, játék mentés a szembe, lelelelelele. Mentés. Na, ezt mutatja, hogy mentettem? Nem. Az nagyon jó. Mindegy, nem vagy, kilépés, nem, mentés. Megint a drogtanyába kell téged összeszedni. Na, nagyon jó lesz. Fél hullám. Nem hiszem el, bazd meg, hogy az összes krokodil itt van. Nem bírok kilépni. Orsos István, köszönöm szépen a bekövetést. Hol vagy, Tibi? Én építkezek a másik oldalon, az erdős résznél. Na, de azt meg kell kérdeznem valamit. Na. Mindjárt. Le kell jönnöm valahogy. Gyere! Meghívnál a játékba? Itt vagyok bent. Cít? A házba. Itt vagyok bent a házba. Itt különállóan van egy ágy. Egy banánágy. Nagyon jó. Az az enyém, igen. Tovább jövök. Itt van egy pálmaágy, vagy bambuszrönkágy. Egyedül. Nagyon jó. Feljövök az emeletre. Itt kik a buzik. Akik egymás mellett van az ágyuk. Hát, ha? Te meg, professzor. Hívjon már meg valaki. Hívjon már meg valaki. Meg lettél hívva. Szia Attila, neked is boldog új évet kívánunk. Úgy érzem, buzi van a szigetem. Ismered a macskákat? A musicalre gondolsz, Attila, vagy úgy mint állatfajtára is, mert akkor ismerem mind a kettőt igazából. Meg a musicalt is. Nem jött meg a meghívó. Szetsza. Hogy kell meghívni? Üttem még egyet. Megjött? Kösz, most prüntyögött, viszont nem kapom Hector, meg a meghívót. Tele van a izé. Azt csinálom, hogy újraindítom az egész streamet. El tudod vinni a húsokat? Ja. Kösz, mert nem tudok mozogni. Úgy általában. Azt akartam mondani egyébként, hogy itt álltál, küldözgetted professzornak a meghívókat, és így hesszelt téged a nyílmérők béka. Igen. Persze, mert rohadvány amúgy. Simán izé. Simán jön azt meg... A múltkor mondom, végig üldözött a fél erdőn. Itt egy kajmán hús. A fő. Nem vettem fel mindet? Nekem nem volt már ott. Én elnyúltam minden esetre egyet. Jó, van, vigyétek, csak nem tudtam mozogni, az közben megtámadott az a rohadék. Ja, az emeleten a emeleti tűzhelyben kajmán hús sül. Ugye a grillen is. Meg a grill alatt. Szevasz, Sása! Szökévent egyszer te is előkerülsz. Mi a helyzet? Sása. Boldog új évet. Kit hívjak meg egy sörre? Kérdezi Attila, költő ilyen. Hát mindenkit. Így van. Úgy illik. Nem szabad kivételezni. Ú, de jó retkes vagyok, azt a kurva. Hát csak a szokásos. Anyát, picsáját! Mindig előkerül. Hol van? Én nem tudom, ez már negyedik aligátor amúgy. Itt volt len, itt a parton valahol. Megvan. Asszem. Awesome. Nem, elment. Na, csözz meg.
Van fákjam valami. Úgy örülök neki, bazd meg, hogy ez a hülye tatú átment a csapdám, kilőtte a nyílveszőnket. De jó. Inkább az a rönk hol van, amit én eldobtam. Fölvettem, Csabi, már itt van nálam. Ja, akkor nem keresem, mert Sherlock Holmes-t akartam hívni, hogy... Ja, hát szóljál nyugodtan. Watson, új ügyünk van. Watson, új ügyünk van, ellopták a rönkövet. Izét hozzá, hosszú botot. Az vagy te hosszú bot. Azt tudom. Köszi a lájkot, Attila, és köszi szépen Sása a lájkot. Királyok vagytok, köszi. Egyébként meg kell mondjam, hogy olyan hülyék vagyunk, hogy mosakszunk a víznél. Úszni kell, bazd meg. Megoldja magától. Akkor ússzál. Négy aligátor támad ránk idáig. Ússzál nyugodtan. Parancsoljatok megfelel. Hát Attila, nem tudom. Tehát ez a digitális... Emotikon sörrel nem fogunk jól lakni, szerintem. Nem tudom, ki volt ez a röng, de most elhasználtam. Ja, jó, nyugodtan. Nem bírom felvenni a hosszú botot. Majdon. Azért beleraktam a hosszú botot és eltűnt. Már felvettem én is. Faszasz. Na, jó van, akkor tervezem tovább. Itt igazából olyan kaput akarok építeni. Ilyen őrtorony jelleggel, tudod, hogy innen lehessen nyilazni a busmanokat, ha itt jönnek. Oh, nice, nice. Aha, csak itt nem tudok ajtónyílást építeni. Hát az jó lesz, az jó lesz. A másik fajtát se? És egyiket sem, mert pont a bambuszhíd az útban van sajnos. Azt meg nem fogom tudni lebontani szerintem. Meg nem kéne. Vagy nem kéne, igen. Várjál, oldalsóval esetleg. Nem. Nem, az se engedi. Ha mindegy, az ott szabadul lesz, itt lesz egy ajtó. Ja, ja, ja. Professzor, te élsz még? Ben se vagyok. Ja. Még mindig nem vagy bent a játékban? Nem jött meg, hiába küldte el. Küldte még egyet. Most se jön meg. Nem hiszem el, bazd meg, komolyan mondom. Falat se lehet építeni itt a stúdióban. Várjál. Most megjött, köszönöm szépen, hogy online-ra tetted magad. Hát mi a faszon van ez a játékkal? Ezért csak az az egy baj van, hogy akkor létre se tudunk tenni, hogy föl. Hát meg agyaggal se tudjuk körbevenni, úgyhogy akkor... Fucked. Igen. Na, ide föl, ide itt tudunk tenni. Ide tudunk tenni létre, létre tudunk tenni. Rohadjon meg a létre. A létre nem elég Hector, hát nem tudunk fölmászni a tetejére. Hát de a plafont azt nem néztük, az oldalát néztük csak. De én normális kaput akarok csinálni. Ó, Max, építik ezek a túloldalra? Az a baj, hogy ott se jobb, egy fokkal se. Ott meg oda jönnek már. Épít, ide fogom építeni, följebb egy kicsit. Szerintem az lesz a megfelelő hely. Most nézem, hogy nekem szuszókálnom kell. Így. Hát Csabi, jövök én is. Nem. Gyere. Fönt alízunk. Rakd be a zenét. Szása írta, van nálam bor, két fél üveg, szilveszterről maradt. Hát elég baj, elég baj, hogy maradt szilveszterről. Azt már rég orba kellett volna szívni, azt a két fél üveg bort. Mi scusi, Hector. Anyád! Na mi van, professzor? Látok? Megint az izénél vagy? Én aludtam a tetves táborba, és megint visszarakott a... De nem aludni kell a táborban, hanem menteni a táborban.
Igen, nem mentettél. Megint 51-25-05-nél vagyok. Ma nem mentettél itt. Most akartam menteni, mielőtt meg... Hát de miért nem az volt az első, szar. Hogy visszajöttél? Mindegy. Tudod az utat. Na hát, elkísértük. Csak most nem menj bele ott a kígyóba, tudod. Majd akkor, ha egyszer, ha valahol találkozunk, megejtjük, ezen nem spórolok. Jól van, Attila. Majd szólok a srácoknak, mindenkit ide rendelek, és kiszunk a vagyonodból. De hogyha ezért, hogyha jó köröket fizetsz, akkor Csajsz megmutatja, hogy hogy kell a sörös üveget kinyitni ánusszal. Simán megtekerem. Mentségemre szolgál, hogy egyedül bulisztam, ezt mondta Sása a hőbölgésünkre. Akkor is milyen alkoholista vagy te, Sása vagy? Viszont kettő fél üveg nem adja a matek, tudod? Miért mondtam még egyet? Ja, igen, igen. Hát, hogy maradjon egy egész. És nincs kifogás, hogy az egyik rozé, másik vörös. Faszomat. Ritka fajta, azt mondta Sása. Hagyja, ez már bor-bor, üssön kész. Látom, bátor ígéret volt. Hát, figyelj Attila, ez így működik. Úri emberek között ez nem téma. Nem hiszem el, hanyadik aligátor jön már. Gyere te buzi, gyere! Kocsmában sose. Gyere! Én már remegett a kezem, már közel volt. Nem, az aligátor, de már másodikat öltem meg most. Itt vagyok benne az erdő közepén, és bejönnek ide, hogy megöljenek. Hihetetlen. És nem találok olyan fát, ami jó. Na, ez jó lesz. Csabi, gyere át, azt segíts elpusztítani. Mit? Hát gondolom a bort. De? Nem iszok bort. Ennyi. Nem iszok. Idei évem az volt, hogy soha többé semmit. Semmit? Aha. Semmilyen alkoholt? Srácok, ennek a nyílvesszőnek így kéne állnia? Elvileg nincs is nyílvessző amúgy. Ja. Akkor jó. De ahhoz képest, hogy nincs benne, jól áll benne, tehát. Képes voltál egy rönkkel eljönni. Ó, hogy Isten áldjon, annyit meg neked. Találtam, hát te szaladtál előttem egy darab rönkkel, már ne haragudjál meg. Kettőt raktam bele, majd. Egyet láttam. Kettőt raktam bele. Persze, kamázom, hamunkázom már megint. Na most, megint jöhetek vissza ide. Világ végére. Ebben nem lehet olyat építeni, mint a Minecraftban, hogy magától gyártja ezeket a botokat, meg ilyesmi. Asszomat már, hogy állandóan szaladgálni kell. De már csak hosszú bot kell. Itt van kettő. Hogy csináltad? Tessék, akkor itt van, nekem még nincsen bent rönk. Lebasztod mellé a földre. Bedobtam. Igen, most Csabinak kell megépíteni, mert nekem sincs bent egy rönk. Cö, ezt írta Sása. Én beraktam most a viszkit még hűlni, mert főmelegedett szegény. Kész lett nálatok? Kész. De itt van egy rönk, amit nem tudok fölvenni. Na, az az enyém. Na, akkor itt is megtervezem. Srácok, futok a víz alatt. Ügyes vagy. De jó neked. Szerintem én újraindítom a játékot. Szerintem téged kéne újraindítani. Valami akadályoz. Ja! Vedd már fel azt a hosszú botot, onnan létszi. Ami keresztbe van. Keresztbe. Itt nincs nálam hosszú bot. Hát bazd meg, nem. Úszik és van egy hosszú bot a kezemben. Bugos, fos játék, geci. Éj. Nem hiszem el, hogy már megint itt vagy. Gyere, Dezső!
Baszom, harmadik. Nem tudok megépíteni semmit, mert jönnek. Az eső jöhetne már ilyen gyakorisággal amúgy. Jó, akkor az megvan. Hát kell egy pár hosszú bot, úgy látom. Bazd meg, még egy itt van. Ezek honnan kerültek elő? De ez már rekord, bazd meg. Tehát eddig összesen a legtöbb, amit láttunk, az kettő volt. Kérhetek majd egy rajtot. Ennél a víznél. Azért van, mert lehet megint meg kéne építeni a csapdát, hogy ne jöjjön egy se. Ja. Szia, Brigi. Halihó. Azt a mekkora lak... Na, becsatlakoztál, Hector? A töltőképernyő van. Jó, mert leeste ugye 10 FPS-re kb. Tehát... Íííí... Hát szép. Én most vagyok itt a híd után. Most jövök a híd után át a barlangon. Na, zsíros. Akkor már itt vagy. Itt vagy három kígyót is kikerültem. Így jövet. Kajmán hús nyers. Kajmán igen, hús megégett. De nekem nem is megy a kör egyébként. Nekem is. Én is néztem, nyers. Kicsit mozgattam az egeret, főtt. Jó. Hallod, fönt is kajmán hús van, meg lent is a levesbe. Jó, jövök enni. Hát a grillen is ment. Sőt, most elkezdtem már szárítani, mert annyi kajmán húsunk van. Ezt a grillt, ezt hanyagoljuk szerintem, mert nem figyelünk rá, azt odaég minden rajta, tehát. Jaj. Egyszer nem vagyok itt, aztán leég az összes kaját. Hát ennyi, látod a szakácsot, hogyha nem kótorogna a kikötőbe, és kurvázna, vagy nem tudom mi csinál, hanem főzne, akkor nem égne oda a hús. És teljesen South felé jövök, kerülök itt egy, mi a nevét meg? Hegyet. Kerüld meg a hegyet. Az helyzet, hogy arrébb van még egy... Nyaligátor. Jó van, úgyis magunkra agrózzuk, úgyhogy teljesen mindegy. Az ajtóban nem tudok tenni botot. Miért? Nem tudom, nem engedem. Azért, mert én kezdtem el. Tehát elvileg akkor azokban, mi nem, a másik játékos nem tud belerakni, amit te kezdesz építeni. Az úgy tök jó. Hát, több szép akoltunk együtt. 7 banánt adott egy. Hát ezt nem hiszem el, bazd meg, komolyan. Gyere! Persze. Gyere, Jenő! Te hol vagytok? Én 33, 23 és félen, de itt már mindenféle sziklákon keresztül másztak már. Mászok már, nem erre jöttünk az előbb. Csabi, gyere ide gyorsan, Mi van itt? Gyorsan gyere ide. Meleg még? Nézd meg, igen, amúgy igen. Nézd meg, ez az új zsiráf krokodil. Látod, hogy megnyugt a nyaka? Vagy neked nem úgy mutatja? Nem. Akkor nekem annyira kiáll belőle, fém nyilvessző. Na, itt a genyóra meg van nyúlva nyaka egyébként, a live-ban látszik. Fassa. Úgy hagyom a kajmánt, én nem fogok most nyúzogatni. Meg itt az előző is, bazd meg a levelek alatt. Úgy érzem, kicsit túlterheltem magam. Én meg úgy érzem, hogy nem tudok kivágni egy deck a fát se.
Nincs valakinek egy kis piros gomba? Most nézem, hogy lehet, hogy kellene. Hát nincs, de itt voltak hátrébb, nézd csak. Hát nem kell, nem kell. Van-e másik gyümim? Hát rögtön kettes lett, jó van. Így, majdnem átmentem a csapdán. Oké. Valaki akar magának kraftolni páncélt? Csontpáncélt? Én még meg vagyok, köszönöm. Nekem nem kell. Úgy van, esd bele a termeszvárba, hogy basszam ki. Ott óvatosan kellett. Meg talán egy helybe futottál nálam. Nice. A rönköt, hogyha ráütök, akkor hosszú bot lesz belőle? Így van. Jó. Okay. Meg deszka, azt nem érdekel annyira. Bazd meg, az egyik hosszú botot ketté ütöttem. Nem hiszem el. Szerintetek lebomlanak ezek az aligátorok itt? Akiket itt hagytam? Szanaszét. Nem biztos. Lehet, hogy eszünk még belőle a jövő héten. Lehet. Mindjárt megyek begyűjteni. Akkor nem. Szép amúgy a játék. Igen, nagyon jó néz ki. Csak sajnos vannak vele technikai gondok. Konkrétan elkezdték Early Access-be kinyomni, aztán úgy nem foglalkoznak vele azóta, mióta kijött. Aztán lehet, hogy mégiscsak én nem látom. Nem, hát én mondtam, hogy ezt konkrétan megcsinálták a játékot, tök fasza, hű meg ha. Srácok, kéne bele multiplayer. Multiplayer, tessék. Csatlakozhat a játékhoz több ember is, de optimalizálva. Igen, hát az nem nagyon van. Na, hol van még? Itt kivágtam a fél erdőt amúgy. Jó az. Csak gyanítom, hogy időközben néha eltűnnek a botok. Én azon csodálkozok, hogy busmanok még nem jöttek. Hát mert be vannak fosva, hát hogy meggyaláztuk őket a múltkor is. Na, inkább nem jönnek a környékre se. Profi, mi történt? Konkrétan nem tudom, egy fal mellett álltam, aztán ennyi volt. És képzelem, hogy áll a fal mellett, be van kötve a szeme, a szájában ég egy cigi, és előtte meg ott a kivégző osztag. Csak álltam egy fal mellett. Nem tudom, mi történt. Hogy gyűrjen bele, de legalább semmi nélkül itt vagyok a lábpaszán. Újból vissza. Komolyan mondom, én veletek soha többet nem megyek sehova, baszki. Velünk? Eljöttem veletek, jó van, akkor oké. Okay. Hát de már ennyi. Meghaltál útközben, már ennyi, érted? Azt jövök vissza, ez is sehol senki. Itt egyedül faszra, meg! Hallod? Egyébként most nem tudom, miért velünk van problémád, amikor nem mi voltunk azok, akik nem mentettek miután. Visszakísértünk téged ide a főtáborba. Nem az a lényeg, a problémát. Nem a lényeg. Kijedte meg abba a táborba a nyílméreg békát. Kezdjük már alfától. Nincs egy nyomvat boddarab, amit cipelgetem magammal a rohadt kókuszdiót, baszkét, legalább kókuszdiót tudjak majd enni. Ha egyszer találok botot, vagy valamit, amivel szétfezegetem. Halljátok, ez kirakta be ezt a technős páncélhústest, ami nálam akkora, mint maga a tűzhely. Nice. Illetve be van marulva a másik fazék. Mi nagy kondér. Aha, én nagyon nagy. Háromszor akkora, mint a többi.
Basszus, úgy október óta nem is játszottam veletek. Hát szássab az meg, erre most mit mondjak, érted? Mi itt vagyunk. Mi igen. Itt vagyunk, tehát te nem érsz rá, az elfoglalt fotós már nem ér rá. Tájbi bácsi fatelepe. Sötétedik valami, Dakin? Így van. X-nek kellett jönni, ugye? Azt mondtátok. Igen, igen. Keletnek, mindig keletnek kell. Kivéve, hogyha alapból keleten kezdesz, mert akkor nyugat felé kell jönni. Csak gondoltam, közlöm még mielőtt rossz irányba mennél, és meg én, mi lennénk a hibásak, érte? Esik az eső? Nem. Esténként már jó vagyok, nem mehetek sehova. Na. Tehát meg kijárási korlátozás van. Igen. Igen? Mióta? Á, nem olyan régóta ne aggódjatok. Ja, jó, jó van, jó van, akkor megnyugodtam. Na, meg van építve ez a csodás építmény. Igen, ezért hoztam a botot. Dobd ad a többi, ez kell az még majd. Jó, és akkor azt mondja, hogy... Úha! Várjál már közben valami lakó beköltözött a bőrömre. Aha, itt vannak. Kibaszott piócák, bazd meg. Jó. Az a baj, ebben a játékban azért nehéz építkezni, srácok. Mert elkezdesz építeni valamit. És konkrétan... 68 millió élővilág támad meg. Tehát nem tudod befejezni az építményt. Így. Józsika, köszi szépen a lájkot. Meg neked is, Brigi. Végre valamire használhatjuk a sarat. Mindenki hogy futkározik vele. Miközben még nyalogatom. Nem is tudod, hogy honnan hoztam azt a sarat. Tudom, hogy mindig... Megépítetted már a latrinát. Azért hozzuk a kakit. Há? Mindig. Há? Professzor, maga merre van? Hát nem akarod te azt megtudni. Én se tudom. Rászarunk a vakolókanárra, és abból lesz a habarcs. 40-19 és félem vagyok jelen pillanatban. És most mentem át egy nyomvat termeszváron, de jó. Jó, attól különösebb problémád nem lesz. Na, 39-19 és fél. Kicsit pattanásos leszel, de ne foglalkozz vele. Nem találok egy botdarabot, hallott, hogy szétverjem a kókusznak a héját. Ezt a zöldet. Nem hiszem el. Már a 4.-5. kókuszdiót hagyom el amiatt, mert nem találtam egy nyomvat botdarabot. Mit építjük a nagyon, nagyon civilizációt? Professzor meg az életéért küzd a dzsungelba, bazzik. Igen, mert vagy 6 Bushman mellett megyek most el. Csak leesett úgy az FPS-em, hogy volt 22, 17. Úristen. Azért esik le, mert ott vannak a Bushmanok. Ja. Igen, láttam vagy 5-6 darabot. Tehát egy bizonyos szinten igazából hasznos is. Velük harcolsz, akkor nem akkor annyira. Nem annyira, igen, de amúgy előre jelz, hogy hol vannak. Szóval, hát azért, ja. El kell mennem aludni. Átértem a hidom.
új spell. Ilyenkor, amikor munka van? Hát, különben összeesek. Hát ez se szó. Mindig a kifogás. Nem lesz ebből a fizetésén, már látom. Valahogy túl fogom élni. Levéllel is ki tudom törölni a seggemet a dzsungelbe. Nem kell a space. Tényleg? Ahogy a Conan megvan. Na. Ja, épp most dobta fel a Steam, hogy befejezte végre. Talán Hectornak is lejön éjszaka, és akkor holnap már lehet Conanezni. Ja. Ú, leesett az FPS-em. Holnap nem találjátok ki valami mást, amit megint meg kell venni, jó? Van egy játékprofesszor, most csak 104 nem. Euróba kerül nem. Az alapjáték. Csak most. De meg kéne venni hozzá még 6 DLC-t. Igen. Nekünk is. Ja. 33-20 és fél. Az már közel van, 35-26 és félnél vagyunk. Jó. Valami hülye mászó bigyó kéne ide. Nem tudom, hogy olyan vagyok. Mászó bigyó? Igen. Iha, de hol vagy akkor, várjál. Ja, akkor... 33-20 és félnél. Akkor ne arra menjél. Az van konkrétan velem szembe, ott a fal. Igen, azt látom. Délfelé, professzor. Folyamatosan délfelé gyere. Egy kicsit ilyen délnyugatra jöhetsz, egy picit, és akkor utána délfelé. És akkor ide fogsz érni. Felmásztam igazából rajt különben, de mindegy. Nem kell főmászni rajta, mert akkor egy másik térkép részre mész. De jó. Szevasz Zsolt. Viszont banánt találtam. Köszi a lájkot. Annak onda, mint hogyha napról napra rohadtabb lenne. Remélem egyszer lerohad már onnan. Amúgy. Na én közben akkor... Na szóval, hogy mondod, itt most... Dél nyugat. Egy picit gyere egy dél nyugat felé, és utána telibe délre. És akkor te bejössz ide a szigetre, ez konkrétan. Íha. Jó baj. Hát erősen szélhidrát hiányom van. Én azon vagyok meglepve, hogy még nem támadott meg egy nagy macska sem. Ami később. Meg egyelőre sikerült az összes kígyót elkerülnöm. Ó, köszi a bekövetést is, Zsolt, meg a megosztást is, köszi szépen, Zsolt. Már azt hittem egyébként, hogy zenét mixelsz itt, már a jelzőzenék azok mind mások, ugye? Srácok, bejöttem egy barlangba és megmart valami. Skorpió. Még egyszer. De miért mész be egy barlangba? Mert rossz felé szaladtam el. Itt jövök a... nem tudom hol igazából már. Mert egyre sötétebb a kép. Valami vízbe csoszogva megyek már. Majd látom a fényt az alagút. Igen. Csak az nem az, hanem a vonat. De amúgy meg professzor megint meg fog halni, és megint ott fog újraéledni az elején, és onnan jöhet majd vissza. Csak a szokásos. Csak akkor már nem lesz nálad semmi megint, igen. Így sincs már semmi nálam. Szia Zsolti, köszi szépen! Van még ilyen szar tégla? Van sok. Bezzeg a régi szép idők, amikor... Srácok! Csabi... Én látom a professzort! Hello! Srácok! Hello! Gyorsan menteni kell! Mennyi? De már dobog a szívem! Itt úri, is tudsz amúgy! Itt is tudsz! Nézzél föl! Nem enged menteni! Várja, kilépek! Na? Oké. Okay. Lássatok csodát! Professzor végre már egyet szintű mérgezés, kettes szintű láz. Meg a bánat nincsen. Van a táskákba fájdalomcsillapító, abból vegyél be, az leviszi a lázadat. Mindjárt építünk neked egy karanténzónát, professzor. Már nincs bizonyítva, hogy nem covidos vagy amúgy. De... Szedjétek össze. Ide, ne szedjetek össze. Mentettél? Mentett, igen. Itt.
De hogy elfogadta, az jó kérdés. Hozod? Uh-huh. Öcsém, nem fogadja el, hallod a mentést. Nálam megint kell még kérdez. Egy. Na, nálam is. Tehát, nálam nem tetted be. Mit nem fogad el a mentést? Mi van? Nem fogadta el a mentést, és visszabaszott megint ki anyjába, a comba. Ja, hát igen, mert van, amikor homokóra ezik a mentés. Ez jó. Most a tele van, már egy órája, mint egy fogyatékos, oda megyek visszafelé. Harmadszor. Ne rögjél! Hát de most azt a nyílvérek békát. Hát de most bazzeg, erre mit mondjak? Tehát erre mit lehet mondani? Sírja. És senki másnál nem történne ez meg, csak nálad. De ez tuti. Tehát ez 100%. Azért vagy te professzor. Az, itt van a nyambat tüzés. Köcernek való is, nincsen egy rohadt kavics. Júj. Lassan úgy mászkálok ebbe a tetves dzsungelben, mint hogy otthon lennék. Hát legalább lesz terepismereted. De jó. Előbb-utóbb eljutsz arra a pontra, hogy fél perc alatt itt vagy, tehát... Előbb-utóbb eljutok arra a pontra, hogy Alt F4, aztán Shift-e. Ez így megy tovább. Ó, hát persze, hogy kialudt a lenti tűz, a faszom verjem bele. Na, tessék. Ott is vannak gondok, akkor nem csak itt. Ündörítő. Nekem maxon van minden, professzor. Na, a Mektor egy helybe fog. Nekem is. És jó hely. Ah, ekkor azt csinálni. Idegzetem. Egy vérnyomásom már maximum van. Jaj. Mi a lényeg a játéknak azon kívül, hogy túl kell élni? Hát ebben, amiben mi vagyunk, itt konkrétan tényleg csak annyi, hogy túl kell élni. Ez a Survivor mód. De alapvetően a játéknak van egy story mission végig. Történetet végig lehet játszani. És ott van értelme ugye ezeknek a dolgoknak, amiket itt tudsz építgetni, meg ilyesmi. Itt most csak annyi a lényege, hogy mi próbálunk életben maradni. Nem sok sikerre. Hát már aki. Annyi virág van itt, amelyik... akkor... kész. Jó. Megmaradt egy csörgőkígyó. Remegyünk érte megint. Nem kell. Kilépett, most törli le a játékot éppen szerintem. Úgyis lejött a Conan. De jó, mert abba is ki lesz égve, tehát az se jó. Azt előle látom, geci. Igen. Amikor majd 20-adjára kezdesz a sivatagba. Jaj. Én azon gondolkodok, hogy el kéne szívni. Figyelj, szíje egy cigit, indítsd újra ezt az útykot, azt elmegyünk érted. Már megint? Igen, már megint, mert úgy látom, hogy egyedül nem működik. Faszom. Na, gyerek. Jó. Most is adhattuk volna. Hát most kéne a nevet adni, hogy Safe Private, mi az, professzor. Igen, igen. Hát előzőleg csak életben tartottuk, most már meg is kell menteni, mert... Update. Igazából minden rész arról szól, hogy professzort próbáljuk meg életben tartani, tehát... Biztos akar ilyen játékokkal játszani? Micsoda? Biztos ilyen játékokkal akar játszani a professzor? Hát... Eddig jókat játszottunk. Jó, mondjuk, tehát... Most tegyük hozzá tényleg, hogy ez bug. De tehát, persze, hogyha elmenti, bazd meg, és nem ide jön vissza, az igen, az elég komoly. Ja. Na hát megint időt. Kereshetek a rönköd, geci. Időt vesz igénybe az, hogy elmentse.
Hát csak neki pont az nem volt, mert mire bejött addigra izé. Kicsit sötét a játék. Hát sötét van a dzsungelbe. Na most följebb tudom venni, de... Nem tudom, hogy az... Mi se látunk, ne izgulj. Árnyékok távos, fényerő. Tessék. Igen. Így jó. Csak így olyan, mintha nappal lenne. Tehát én azért hagytam eredetén, mert így nem buli. Tehát most így olyan, mintha nappal lenne. Semmi különbség nincs. De majd nézzétek meg, amikor nappal lesz. Konkrétan ki fog folyni a szemetek, meg az enyém is. Rohadjon le. Mert így nem kihívás játszani a játék, hogy mindent látok, tehát... Látom, hogy ott az a buzi csörgő kígyó, akkor nem lépek bele. A karakterem még kezd megőrülni egyébként. Lehet nekem is be kéne mennem. Még nagyba ki volt száradva, mi az? Növénykénk. Öntözzed. Na jó, de nekem csak ilyen kókuszszarom van, hogy szít ki a faszt. Nekem egy nagy kulacsot, bazd meg, a hektót ott el tudnál vinni. Hát. Na jó, van 95-en elég az. Ott van egyébként a víz partján, fröcsköljön rá a vize. Hallod? Nem akarsz elmenni a faszomba, úgy jó messze. De közben be is veheted akkor. Csak hogy jó legyen. Szeretnéd, mi? Ne kurvuljatok? Inkább építsétek az őrtornyot, jó? Hagyja békén. Nagyban itt főzök. Húha, eddig még csak kőműves voltál, most már szakács is vagy? Hát figyelj, hogyha már 40-esen van a főzésem. Hát az hazugság. Az tudja, hogy valami OK-és volt. Azt itt, vettem, fogunk, itt fogunk fosni egy hétig, bazzeg, attól főztet. Csak vettem, na. Hát most mi van? Kutyából tudok csak csinálni, szóval. Én nem is láttam erre kutyát. Akkor ezért. Akkor ezért. Kurva jól dolgozok. Tiltd be. Ezt már látom magam előtt, hogy Csabi tolja a dzsungelbe a izit a hotdogos kocsiját. És ceca a hús, tessék. Tényleg itt még a... Na most a cecánk nem nagyon spawnol ide. Igen, hála jó égnek. Mert én kim vagyok az erdőben, az fát vágok. Tehát annyira nem is hiányzik. Hogy előkerüljön. Meg a busmanok se. Én várok a tűzbe, mert már lassan hangokat hallok. Szia Gergő, köszi szépen a lájkot. Köszi Zsolt a megosztást. Már egyszer megosztottad, nem? Jó, akkor adja meg magát a fülesen, vehetek másikat. Faszom. Csabi, hallasz? Ne, csak Csabi. A bal fele megy el, hallok, de a jobb vagy a jobb, bocsánat. Az meg itt két termeszvár is van egymás mellett. Vagy ilyen hangyavár igazából, vörös hangya van benne, azt hiszem. Yep. És egy másik helyre is megosztottam. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Na, én viszont kérek most egy kis sünetet. Igen! Nem van a józanságom, baszod, itt kell állni a tűz mellett. Mindjárt jönnek a haluk. Olyan vagy, mint egy régi gyárépület ablaka, csak álszott bebaszva. Hát bár belennék baszva. Hát most mondtad a józanságod, az... Hát nem azt mondta, hogy ez egyik napról másikra fog menni. Rehabilitáció a dzsungelben? Ugye. Na mindjárt. Jó.
Ez megvan. Megmosakszunk. Oké. Okay. Közben én megépítem. Megint leesett az FPS-em. Keretet. Most vissza. Most visszább jött, de... Lehet, hogy már annyit építettünk a táborba, hogy itt laggolok? Á, kizár dolog. Nézzétek meg, srácok, a múltkor még nem volt kész, most láthatjátok teljes gyönyörű valójában a Hiltont. Ja, azt hittem engem, picsőbe. Hát, Hector. Most már büntetik, tehát már nincsenek olyan cirkuszok, tudod? Már nem mutogatnak így téged. Francba. Na, tehát itt ez a Hilton. Megépítettük. Jaj, de szép. Köszönöm szépen az ismerést, Sasha. Ez igazán sokat jelent nekem. Tehát az én terveim alapján épült a Hilton. Hilton the Jungle. Bemutatom nektek a izét. Ez ilyen MTV Look at my crib nevezetű műsora után, tudod, ez a nézd meg a kecómat. Fönn is van kímény, meg ezen az oldalon is van kímény. Itt van a konyha, a lenti konyha. Egy kicsit kupi van. A banánlevél. itt is almalevél. Hát igen, itt az alsó rész az nincs túlzottan rendben tartva, de hát ez csak általában ilyen átfutó, meg lehaigáljuk a dolgokat benne. Itt az első szint. Itt az ágyam, itt lakom én, ebben a csodás pottyantós WC-szerű valamiben. Na. Itt van még egy ágy, nem tudom, hogy kié ez az ágy. Szerintem Chelsea, vagy nem tudom, valaki. Van itt egy láde, és akkor ez a második szint. És akkor itt van két ágy megint. Exkluzív kilátásra, meg valaki széthajgált a csontokat itt az egyik sarokban. És akkor följövünk ide a tető részre. Ez egy mérnöki munka. Meg. Látszott a képet, professzor? Kerestem a sisakos embert. Ja, megváltoztattam most. Na, és akkor ez itt a... Aj, de még kéne egy bambuszbot majd. Na mindegy, ez itt a... 830 FPS-re dőldök. Tető terasz, majd leesik. Ez itt a kert. Jaj, legalább nem változik semmi. Basszus. Innen belátható az egész Anaconda sziget, ahol mi lakunk. Te hon vagy? Én ott fenn. Fönn mutatom a kérót a srácoknak. Hol a kert? A kert itt van hátul, nézd csak Sasha, ott vannak az ültetőládák, ott vannak benne. Itt nő mindenféle olyan növény, amiből lehet evegetni. De hogyha távolról megnézitek a fethót, akkor olyan, mint Indiában a nyomor negyedben. Igen. Igen. Akkor egészen jó fejlettek vagyunk. Ahhoz képest, hogy... Hát igen, végül is már a több isten hitet azt elértük. Már beleszarunk a Gangesba, aludnom kell, meg nagyon alultáplált vagyok. Srácok? Itt van kajmám. Jó, csak mindjárt gyorsan alszok egyet. Itt vagyok. Na. Itt vagy a... Itt vagyok az igeten, nem hiszem. Megmentettük, professzor. Na látod? Ez gyors volt. Csak egy kicsit méltatlankodni kellett, és a játék egyből megmakacsolta magát, és ide rakott a szigetre. Viszont a vizeket kiittem, az összeset. És szedjen össze valaki. Vagy... Vagy a másik fele, hogy látta, hogy Csabi mennyit balfaszkodik a konyhába, és inkább visszarakott a játék, hogy jó van, professzor, te vagy a szakácsban. Egyetek össze. Én alszok. Kettőszintű lázom van. Az se rossz. Olyan még sose volt mondjuk, de... Gyere ebbe a ládába. Kösz. Van mi az elvileg. Kiittam az összes vizet, az tele vannak a víztárolók. Ott a gyógyszer. Megeszek egy-két valamit itt. Van ott szállított hús is kész, vízilóból. Ez az. Okay. És akkor most a
Félférgek. Ez a faszi bazni. Ezt kicsináltam. Eszünk egy kis tojást. Sütünk tojást reggelire. Na. Főtt tojás. Én ledőlök egy picit, srácok. Hallod, hogyha jól vagy, akkor ments még egyszer. Jó. Ja. Mentek most egyet. Innom kell. Ah. Így. A kozos vagyok, mint a ló, de az nem érdekes. Azt le kell csutakolni. Hector. Építsetek egy kádat. Lecsutakolod professzort? Jó kézzük. Az meg ide nem lehet létretenni, ne kúrjál föl. Aj, pedig olyan jól elterveztem. Tudtam. Tudtam, hogy elbassza. De ide lehet. Szenti, akkor itt... Na. Nagyon jó. Van. Vagy lesz, várja. Melyik oldal? Úgy gondoltam, Tibi. Igen. Hogy a következő szintre az egyik oldalon megy folyamatosan majd föl a létre. Melyik oldalon legyen? De azt meg tudod oldani? Szerintem nem. Nem tudom. Innen hátulról, hátulról rakjál falat, és akkor innen hátul megyünk fel. Jó. Ki kell próbálni. Hát jó. És akkor nem nyilazlak le minket a nyomik. A esélyük sincs. Közben azért akkor a horgás csapdát azt felállítom. Ja, jó, jó, jó. Azt mi mindig elfelejtjük, tehát... Tudom, azért mondom. Beköpik a legyek a halakat, mert ott lógnak, csak azt nem szedjük le sose. Nem is tudom, hogy mi, hogy vagyunk még életben. Ja, kurva sok krokodiltól, akit lelőttünk. Ja, már kiszárítottam a húsokat, megfőztem, mindent csináltam már velük. Kellene nekem egy kulacs. Vagy valami, hogy... Kulacs? Na van itt széthaigálva amúgy a... valahol így a földön. Ja, mert szerintem már vagy a 30 darabot biztos elhagytam így. Hogy fölfordultam állandóan. De egyébként meg... Van nálad kiskő, ha nincs, akkor vegyél ki a zsákból. Ó, professzor, találtam neked egy kulacsot, nézd csak. Kettőt is. Wow! Azt még lehet, hogy ő halt meg, azt úgy hagyta. Ja, lehet. Ja. Viszem neked, jó? És akkor... Jó, lesz két kulacsod. Csak a koszos vizet ne itt ki belőle lehetőleg. Bár lehet, hogy megelőző célzatta kiöntöm, és akkor... Nő. Nem, koszos víz kéne egyébként, mert vizet akarok forralni. Ja. Persze van nálam most jelen pillanatban... Pávasügér hús, piránya hús, papagáj hús, meg... Tudod mit kéne még, prof? Karnéla. Ahogy most lesz két kulacsod, akkor azokat a víztározókat, a felső részüket, azokat törzsd már meg majd koszos vízzel, létszi, mert... Jó, nem esett az esz... Egy piót, nem... Ja, kösz. Már nem esett az eső, az monszum van. Itt van az egyik. Pont, hogy monszum. Hogy akkor kéne esni. Hát mondjuk pont igen az, hogy nincs. De itt a másik. Kettőt felvettem, nem látok többet. Nekem itt van a fődön még. Az jó. Hát mindegy, akkor... Szaporodik, vagy nem tudom. Fú, de kibaszott világos lett ez a játék így, anyá. Most vizet nem tudok tölteni. Jéha. Van baj elég. Nem enged vizet tölteni. De akkor mentek egyet, aztán megpróbálom újraindítani. Csak majd hívj be. Jó. De várd meg, amíg teker a mentés, ne lépjél csak úgy ki. Nem teker semmit ez. Azok a növények is ki vannak száradva, bazd meg.
Na. Jöhet a imbájt. Húzd lejjebb, ha nagyon fényes. Hát Bakker Zsót, ne szívassál már, bazeg. Ide jöttél, följöttem a kedvedé, mert jó gyerek vagyok. Folyik a könnyem, meg a taknyom is egybe, mert annyira fényes minden. Azt most meg között, hogy vegyem le, az mégse jó, mégse tetszik. Hát állíts be dinamikusra. Nem tudom. Miért nem? Mert nincs olyan opció. Kicsit visszább veszek tényleg, mert nagyon fáj a szemem tőle. Igen. Ne nyúljál hozzá, jó ez így-e! Sasha! Ne húzd ki a gyufát! Na, látom, Sasha Twitch-en néz, nem bírom letiltani. Mindjárt adok modrangot Twitch-en is. Jaj, nem akarok kilépni. Csak meg akarom hívni a professzort. Itt van. Ez a beszéd. Na, nézzük. De kezd nappalodni. Igen, tudom. De leveszed addig... Serceg a szemgolyóm, annyira nappal van. Leveszed a fényerőt, addig meg majd besötéted. Igen, igen, ez így van. Ne aggódjatok, srácok, hogyha nem látjátok éjszaka mi történik, akkor majd narr rájuk. Köcsök Csabi ezt írta. Hector. Vagy Hector? A fasz Hector. Szások. Meg ki gondolta volna? Én is szeretlek. Van. Nem szabad a Banhammert saját dolgokra használni. De. Objektíven kell mérlegelni. Aha. Magamat is kibondolom. Na, szóval... Csinálj levélből napszemüveget. Hát nem rossz amúgy, nem rossz ötlet, csak nem lehet a játékban. Igen? Hogy igazából a hiba nem a játékban volt. Ha nem? Hát, hogy nem lett kiöntve a víz. Hát, ugye? Igen. Na mindegy. Hát gondoltam, akkor nem öntöm ki a vizet, mert ebben akkor beleöntöd a víztisztítóba, érted? Koszos víz. Úgyis azt önteni bele. Most már megvan. Most már ne indítsd újra, professzor. Ha szar, akkor szar. Ne indítsd újra. Ne. Mindjárt jövök, srácok, egy pillanat. Az jobban érdekelne, hogy hol vannak a busmanok. Nekem kicsit hiányoznak. Elmentek a rave partira. Mint amit az a 12 éves srác rakott a... mi az... angliai... Sumi WC-be, igen. Mi volt? A 12 éves angol kisrác rave partit csinált a WC-be, a suliba. Még csak is megint ezt követem. Jó, azt is. Kemény. De csoki meg kakaót kellett vinni, meg ilyesmit, tudod, semmi olyan extra nem volt. Azt a szülei, hogy tudod, hogy a tanárok meg lebaszták, meg mit tudom én, ezt a szülei meg azt mondták, hogy jó, jó, gyerek, az... És mit csinálsz vele, bazd meg? Kiröhögték igazából. Kb. Tanárokat kiröhögték. Lebaszod a gyereket, mert hatalmas parti jársz, na persze. Ja. Szerinted honnan tanulták? Igen. Csabi, jelenleg 2 kell ide, aztán... Nem, 4 hosszú bot kell eddig, jelenleg összesen. És nem jelenleg? Hát nem jelenleg... Teknős páncélbe a koszos víz nem akar főporni. Én miért nem tudok tenni falat? Vedd el és ragd vissza. Nem enged falat építeni, bazd meg, mindjárt hülyet kapok. Na, ezt ja, megvan. Itt van egy fekete kajmánhús, ami megvan égve. Beleburkolóval. Tudom, hogy nincs kész a létre, biztos.
Sasha, ne írogassál nekem maszekba, hogy bannol nálak. Te is tudod, hogy viccelek. Vagy mégse? Ezen gondolkodj el. Szeretem, hogy a Family Guy-ba a néger gyerek a izének, Peternek. A két halászlé, egy húsleves. Tyúk húsleves. Jó, meg a létrába kell még. Nem tudom, meg mindig betenni. Nem tudok rakni a létrába. Ide ledobom, majd belelagom. Dobom, majd mindjárt felviszom ezt a sarot. Igeci. Egy. Na, visszajöttem. Halljuk. Vagy jó turhás köhögéssel. Kettő. Kötelem sincs. Négy. Négy pióca volt benne. Fúj. Egy csomó romlott hús itt van. Ezzel mi van? Abból vedd ki a kukacot, mert jó lesz még neked. De nem volt benne kukac. Meg volt égve. Ja. Csabi, sarat hozol? Nem. Vagy Tibi hozza sarat? Vagy valaki hozza sarat? Akkor hozok sarat. Nem van, csak szaladtam a sárra, fölmentem a létrán, és már nem volt a kezemben. Az se rossz. Nem, én mosakodtam csak. Te meg egy helybe jársz. Szása mondja nekem, hogy ez csajozós duma is lehetne, hogy mi az, hogy bannolnálak. Te pervers állat! Igen, ez a szia cica, hogyha velem jössz, akkor egy time outot minimum kiharcoltál magam. Fejlesz az anakondát, nem lehet innen el tűzni. Megcsináltam itt a létrát, és fel tudok menni ide. Ó, oh, befek, megcsináltak, nem megyek a tévér. Egy pirány, meg egy papagájhal volt rajta egyetlen egy darab horgászboton. Az se rossz. Meg egy pávasügér, meg még egy pávasügér. Akkor jó van. Tehát a két horgászeszköz négy halat fogott. Ennyi. Látod, vannak jó bugok is. Most az a baj, hogy... Van új követőt, Tibi. Igen, láttam, csak közben annyira el voltam foglalva, hogy főtőtsem szarral a tárolókat, hogy... Szarral? Hát úgy néz ki ez a sár. Köszönöm szépen, Mafia 09 King a bekövetést. Király vagy haver, közi, közi. Thanks for your follow. Intermúlti legnagy. A muszáj, muszáj, ja. Vazzik, ezt most minek vettem föl? Ez nem is kell. Hamut hol találok? Nálam, de az ebben a ládában is van itt. Igen. Tényleg van. Nem is kevés. Jó, nálam meg nincs is. Jó. Jó, akkor belerakom az izét. Csontból mit lehet barkácsolni? Csak simán csontból, semmit? Csonttűt tudsz csinálni, csontlevest, illetve páncet. Fejszét. Dárdát. De az kéne még egy csomó plusz kést, az hogy kéne hozzá madzagni, kötél. A kés kifejezetten nem tudom, hogy nem kell csinálni. Ó, oh, már gyúrható? Zsír. Aha. Gyúrható, ijhető. Gyúrható. Lemállhatna ez az anakonda innen igazán, mert akkor szétvernénk az állványt, az lenne még helyünk. Soha nem fog. Igen, kezdem én is azt hinni. De hol vannak a busmanok? Engem nem zavar, hogy nincsenek amúgy. Igen, lehet, hogy... Tudod, ilyen bérbusmanok, tudod. Bérbusman. És éppen szabadságon vannak. Valaki elment szülésire.
Hát vagy szedik össze a hullákat, amiket múltkor ott hagytatok. Az is lehet. Ne, ott voltak egy nagy csokorba, hogy mentünk professzorért, úgyhogy... Ne, jó. Nem baj, addig jó, még ide nem jönnek, úgyhogy... Na. Na. Oda még kell egy. És a nyomor negyed ismét folytatódik. Igen. Hector, nálam folyamatos kirakosgatja izét amúgy. A létrát. Ott van. Megvan. Sikerült. De hogy sikerült? Az vette sikerült. Ó, a faszomat. Nem tudom, be... Ja, ez már kész van ez a fal amúgy? A hátsó? Nem, ott az oldalsó, ami ilyen félfal. Akkor aglom. Új. Nem tudom belerakni a sarat. Most tudod, hogy mi a pláne, hogy én se. De ezekbe se. Én ide tudom berakni a bal oldalra. Próbáljátok meg földről. Nem ment onnan se, azért másztunk fő. Megpróbálom én, hol van. Elvittétek. Beépítettem a másik helyre. Én leraktam, még sehol nem tudtam beépíteni. Mi mindjárt gyúrunk újat. Tiszta kosz lettem. Én is. Nem tudok elég magasra mászni, hogy betegyem azt a deszkát. Igen, a botot. Persze, egy tüzet lehet rakni a túloldalról, de építeni nem. Na. Hú, az Istenem, ugord már át ezt a 20 centi magas küszöböd, baszki. Én mennyire állok a létrán? 1-10-es skálám? Aha. Nagyon. Várjál, megnézem. És az újabb lebegő kőműves. 1-10-es skálám, minusz 2. Igen, jó. Lebegsz konkrétan előtte. Használd az erőt, vagy what the fuck. Aha. Srácok, holnap is lesz live, holnap valószínűsíthetően, ha minden csillag és bolygó együtt áll, és megfelelőek a körülmények, akkor Conan Exile-al fogunk játszani. Kicsit mélyebben belevetjük magunkat a... Igen, igen. Építkezésben. Igen, de csak az alapjátékkal, mert csórók vagyunk, nem veszünk DLC-t. Miért kellett ezt mondani? Ezek a tények, Csabi. Nem szabad elhallgatni. Őszintének kell lenni. Bántsd meg az érzéseit. Ja, igen. Minden reggel sírva kelek fel. Én is. Az újságok közül. Az újságok közül. Ráfogyott a könny az arcomra. Akkor a bunkók vagytok. Na. Anyád. Na, de? Működik a létre, csak nehéz megépíteni. Szia, Luca! Köszönöm szépen a lájkot! Basszus, itt a tenyerembe a parázsára nincsen fa a tűzön. Valaki hozzon már fát, mert ég a kezem.
Most mit vársz tőlem? Én a sarat dagasztom, bazeg. Hiába hozod ide. Az el fog aludni. Már elaludt. Miután lyukat égetett a tenyeredbe, igen. Kell még sártégla? Hogyne. Tehát nem. Akarsz lenni maga sokat? A szenet, ha szétzúzod, akkor abból is lesz hamu. Really? Ja. Vagy már mondtam egy héttel ezelőtt. Igen. Aha. Akkor jó van. Mindjárt megnézem, várjál csak. Használatban. Akkor építsed. Szerintem jó az így, Hector. Nem kell nél magasabb. De csináljunk rá tetőt kerítéssel, nem? Tetőt kerítés. Hát ne ázzál már meg, bazd meg. Hát ja, végül is. Bambuszból legyen, meg banánból? Bambuszból legyen, mert abból több van most, mint fából. És az itt van egyben a szigeten, úgyhogy... Nehogy tüdőgyulladást kapjunk a izébe, itt a nagy íjazásokba. Jó napot! Jó napot! Így, leestem föntről. Gyógyíthatom meg magam. Nem kicsi. Nem tudom, nekem az alsó létre olyan, mint hogyha... Fehér, félig. Igen, mint ha nem lenne kész. Az nekem is olyan, az nekem is olyan. De föl lehet rajta mászni, úgyhogy ez a lényeg. Mi kell még oda, Hector? Egy rönk, meg négy bot. Na, intézem a rönket. Én meg szerintem hozok botot a tárolóban, mert az mintha nem lenne itt. Meg jó, hogy két rönköt hoztam. Hát nálam egy kell, én hármat beépítettem. Téged kéne már beépíteni. Mindek nézze engem, kőműves kell menni én. Igen. Hello. Very king of the team, good game. Thanks. Megcsillogtattam hatalmas, orbitális méretű angol tudásomat, majd Sasha fordító is ott van Twitch-en. Igen. Semmi. Csabi, te már megmutattad, hogy hogy tudsz angolul a fazmofóbiában, úgyhogy... Tökéletesen. Igen, azt tudom, hogy másnap felhívott a Microsoft, hogy kéne a magyarországi kirendeltségéhez menni. Hivatásos. Igen, területi képviselőnek. Az a pláne, hogy bent a munkahelyem. Megmutattam a videót. A németeknek, tudod? Azok szakadtak rögést, azt mondták, te nem is így beszélsz valójában, de mondom, mert akkor meg így jön ki a lépés. Te, nézzétek, mit találtam itt? Mit találtam? Hát nézd meg, hát ez a mit? Az itt alszik. Beledöglött a varany, bazd meg a vízbe. Fúj! Hallod, ugor már föl, te nyomorult. Kecs és nem... De professzor nem gyűjtené be, nem szedné ki, ott rohadjon meg, bazd meg. Hát ennyi. Legalább lesz valami íze a víznek. Homlokon vágtam, szegény elállít, azt gondoltam, beteszem hát, hogyha fölébred. Hát, az nem jött össze. Oda néz. Na, tessék. Kell még valahol vasár? Csodálatos. Na, hogy bambuszbot kell. Magával? Nem bambusz? Kell. Bambuszbot kell. Meg banánlevél. Banánlevélből csináltad a plafont? Így van. Jó, itt van banán, úgyhogy... Hosszú bot vagy rövid bot? Is. Mennyi hosszú kell? Hát is. Állított levelünk van, srácok. Ó, te jó isten, gyere le.
Gyere le, azt basszál valamit meg. Igen, mert... Mindjárt íva fakadok. Azon már banán levelet. Vagy legalábbis egy részét. Szóval konkrétan most a banán levelem viszed a sarat. Igen? Nálam. Aha. Már bugolt. Rohadjon meg reggelre. Na jó, nekem el kell menni aludni. Megtör meg itt a nagy kajmán húsomat, itt meg eszi, látom. Vigyelek. Fondlövök, főzök. Minek? Na a kajmán ottól férges lett. Gyere, ez azon segít a picsába. Fogadjuk bocosan etté. Egyébként igen, most hogy mondod. Ugye, már is nem a kajában van a gond. De, a kajmán volt az. Nem, nincsenek szása majmok. Értem, hogy mit van, csak nem tudom megfogalmazni a mondatot. Nincsenek majmok a játékban. A hangjuk benne van. A Csabi itt van nekünk, no? Az vagy te majom. Az. We have one big monkey. With big peepee. 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 Örülök neki, hogy banánlevelet választottál, Hector, mert az az egy bokor volt az egész kibaszott kurva sziget. Ja nem, itt van még egy. Van a tárolóban, mennyi kell még? Ó, már mindegy, már kivágtam az összes banánfánkat, úgyhogy... Bonót. Itt van a többet. Ja, én már kivágtam itt mindent, úgyhogy ezt most már oda viszem, bazd meg. Ha elszárad, akkor elszárad. Kell még. Köszönöm szépen, Sasha, a fordítást. 4 darab kell. Na jó, most már lefűrök, mert megint kukacos vagyok. És már nem tettem semmit. Na, megvan a tötő. Milyen, Sasha, felmerészkedtél Facebookra? Biztos vagy benne? Csabi, igadjál le? Nem. Szeretjük Sashát. Így van. Nem mondtam, szereted bővonulat, hát van ilyen. Nem. Iha, ez azt... Varangy. Das ist varangy. Meg kell fürdenem, azt utána mennem kell aludni, mert összeesik a karakterem. Nincs mese, meg kell tanulnom angolul. I have a dream. Igen. Kell még hosszú bambus? Geci, menj már át, nem hiszem el. Muszáj aludni, muszáj. De hogy kell, gyengéknek való. Jaj. Zoltán, köszi szépen a lájkot. Király vagy haver, köszi. Megtalál, itt valahol van kaka, de nem tudom hol. Kaki. Most már azt kell majd megcsinálni, srácok, egyébként, hogy össznépileg írunk egy levelet, mindenki aláírja a Facebooknak, hogy az anyjuk picsájáért nem engedik, hogy jelentkezzek abba a hülye... Mi van neki? Level Up programjuk, ugye, ami a streamereknek van. Nem tudom fejleszteni a streamemet, mert valamiért ők úgy gondolták, hogy ez most nem működik nálam. Oh. Pedig a feltételeim megvannak, tehát nem tudom, hogy mi a helyzet, na mindegy. A feltételeket teljesítettem, amiket ők írtak, azt nem tudom, hogy mi bajuk van. Donna Clark. Show yourself, igen. Kettődik. Igen, Donna Clark, ilyenkor már tikkel a szemem. Azt is lehetne majd tolni, hát ha volt valami. Hát van benne új pálya. Azt vágom a prizom. Meg a fényeket megcsinálták minden pályára elvileg. Szevasz Viktor, köszi a lájkod. Viktorka?
zöld képpel, akkor... Hát a képet nem látom, én csak a nevet látom ilyenkor. Meg hogy Facebookon volt a történés. Letelt már neki a karanténje? Nem tudom. Ennyi volt? Az az egy darab pióca? Íha, de rottyom vagyok mindenből. Professzor, mit főztél? Mindenféle finoman. Helyes. Ja, most néztem, hogy a Sasha nem mi az. Nem Facebookon volt, csak írt nekem chatbe Facebookon, vagy igen, Messengeren. És behúzta oldalra ugye az arcát, és aki írkált, annak a fejére rárakta a Sashát. És azt hittem, hogyha valaki ír chatbe, az a Sasha. Ennyi. Sasha megkeri a Facebookon, azt vigyázza. De jó. Úgyhogy nem is Facebookon van bent. Professzorom! Nézd már meg magad, mert szerintem túl közel mentél a tűzhöz, és a bal lábadat megégetted. Éha. Kezdődik. Nincs kötszerem. Gyere, prof, ebben a ládikóban van itt. Itt a hátsóban. Asszem, ja, van benne. Donna Clark, the water dries underneath. Ez dohánykötés, és ez nem jó. De van sima is benne. Nem, nálam csak dohányos van. Akkor kiszedem a simmát. Várjál, így, és akkor ide kidobom. Hát, bozd meg. Kösz. Csabi, kell még 4 hosszú bot. Hagyjál már engem a faszomba, mi a faszom vagy te, nem vagy te a főnököm. Bambuszbú. Bambuszbú? Hagyjál békén, nem vagy te a főnököm. Hozzá 4 botot. Hagyjál már. Itt töltöttem meg a tárolót, remélem lenyújtátok mindent, ti gecik. Hát akkor kimegyek, vágok, hozok botot. Nem, itt van a tároló becsom. Olyan szép lett. Dehogy lett. Professzornak az üszkös lába, na az szép lett. Csak a szokásos. A professzornak kéne építenünk egy ilyen sárfalból 4 falat, így belerakjuk, sok bent, így dobálunk be neki. Így dobálunk be neki ennivalót, tudod? Talán túléli. Megöli a kályha, bazd meg. Én értem, hogy csak zabálni mentek be a konyhába, de hogyha végeztetek legalább annyit, mosogassatok el! Szeretitek a nyomvat felé. Legalább mosogassatok. Főzöm itt a húslevest, a halászlevet, minden azt, basszus, fölmegyek, üres, telepakorom, lejövök, na megint üres, és hát tikkel a szemem. Hát de bazd meg, hát te vagy a szakács, hát most mit csináljak? Te dolgod, ezt nekem... így tartunk. Nem magyarázd meg. Hallod, mi ellátunk kötszerrel, életben tartunk itt a dzsungelbe, szóval ez a minimum. Vannak benne mongolok is? Csabinak szól a kérdés. Vannak, mongolok, ezek a kurva mongolok, lebontották a falomat. Na már hozom a botot. Na, meg van egyébként. Ó, hogy... Samagyodjon belétek a káposzta, bazd meg. A legjobb emberem hozott botot. A legjobb embered? Igen. Az melyik? A kőműves most. Így, Csabi, oda mentél, eltűnt egy fa. Úgy nézel ki, professzor, mint az amerikai história X-nek a főszereplője. De jó. Rád van bagó egy sár, félig az arcod eltakarja. Nagyon csúnya vagy. Ez az új divat, jó? Ja, bocs. Monszum divat. Igen. De még mindig nem esett az eső, és ez elszomorít amúgy, mert... Engem meg az, hogy még mindig nem fejeztétek be itt a tetőn a szobámat. Hallod, jó lenne, hogy... Az nem a szobád, az egy lugas lesz majd. Jó lenne visszavenném, mert mi az? Mert mi meg itt nagy bőrgépizünk, elmentünk téged, megmentettünk, abba is belehaltál. Gyönyörű megmentésre beleállok a megmentésembe. Itt voltál, hogy nem mentettél, az már nem a mi hibánk.
Én meg főzöm a kaját. Mert eredeztetjük. Nagyon jóba lenni, tudod? Eredeztetjük a bűnt. Így van, mert beleszarik a kajádba. Nem, én fönt főzök magamnak, hagyjatok békén. Aha, azért töltöm fel állandóan, meg pakolom bele a cuccot. Valakinek kell papagájhús egyébként, mert itt megsült közben, mielőtt... Hanyasom van a főzésed amúgy, professzor? Lőttem egy papagájt. Hol lehet ezt megnézni? Ugye bemész a jegyzetfüzetet, megnyitod? Ne! Szedj össze, kérlek! Lászlán! Mi történt, professzor? Várjál? E-pillett. Várjál, meg! Van rajta, most szedem. Ha nem kell, leszedtem. Látod, leszedem a piócát rólad. Azért, mert ide elém összeesté. Az mégis lett egy piócás. Nem, egyébként véletlenül egymenivel lejjebb nyomtam. Na, bemész a jegyzetfüzet, és akkor ott a lámpa bal oldalt. A mafia, yes, it's so many Indians in the jungle. Tűzgyújtás, főzés, 28 per 100. And the very dangerous. Jobban főzök. Akkor csinálsz magadnak mától kezdve. Az emeleti főző az enyém, én rakom a tüzét, minden. Nem, menj innen! Menj is már, jön ide! Csak leellenőrzöm, hogy még megvannak-e húsleveseim. Mondjuk nem tudom, hogy ez a izé... Natives, igen. Natives, ja, valami ilyesmi. Native! Hát tudod, hogyha nem beszél egy nyelvet, elkezded hangosan mondani a saját nyelveden, és meg fogja érni. Igen, akkor az... Biztos vagyok benne. Kézzel lábba elmutogatják. Amikor kivolt a Németországban, a kollega az olyan lelkesen beszélt magyarul a némethez, mint hogyha, érted, én csak röhögtem. Én sírtam a röhögéstől. Gondolom bele, szegény német mit gondolhatott. Az a német az orosz volt valójában. Na tessék. Mi is így voltunk, amikor középsuliban... amikor középsuliban finn cserediákok voltak a suliban, és ugye zenénünk kellett nekik. És akkor ugye ott vendégeskedtek egy hétig, azt hiszem. És a csajokat azt magyarul próbáltuk fűzni, tehát... Gondolom sok siker volt akkor. Hát figyelj, azt tetszett nekik, hogy zenétünk, úgyhogy igazából nem volt. Na, jó van, az Amelia mi az? Amelia mi az? Amelia pénisz méretet. Aha! Tehát ezért nincs a bokrokon semmilyen termés, mert a professzor itt legeli össze. A szakács, tessék. És most nyug... Mi van? Tudjátok, hogy mi lesz a mai pörkölt? Egérhús. Egérhús. Professzor most verte agyon kőbaltával. Azt a kurva, de leesett az FPS-em. A fasz. Ez az, jönnek a busmanok. Valami jön. Ez nem jó, mert én kint vagyok a bambuszosba. Akkor Hektort ölik meg először úgyis. Arról jönnek. Hol? Dehogy jönnek. Erre én laggolok. Boldog. Én is, mint a kurva élet. Nem, Hektor mászkál ott kint. Keresek. Hogy állunk hússal, szakács úr? Főszakács úr, mester úr. Én neked nem főzök. Azért kérdeztem, hogy kell hús? Menjek el valamit, mi az? Vadászni? Hát nem ártana, hogy enni akartok. Az igen. Most verted nagyon az egeret. Abból nem jön ki ízét? Egy kis pörkőt. De, itt alul fő. Húsleves. Egérpöri. Még egy húsleves, gombaleves. Itt mászkál. Hol vagy? Nincs több húsunk. Kit keresel, Tibi? Van valaki itt? Aztán... Hát ez a okapi, vagy kap, nem tudom, ez a kis disznószerű valami mászkál itt. De hol vagy, a bambuszerdőben vagy? Azt akarom hókon baszni.
legyen hús. Na. Azt mondja. Ja, az nem ártan egyébként, mert nincsen már húsunk, pedig most vett nagyon két békát, meg egy egeret. Meg ott van a szárított hús amúgy. Hát, de az mégse folyékony. Majdnem fullom. Mégse folyékony. Ha craftolsz, akkor egy darabot gyártasz. Zenén jó dolog, így van. Szeretik a jányok, hogyha zenész. Zene nélkül mit tűzök ki? Tőtött káposzta. Igen, az is nő itt a dzsungelban. Eltűntek, bazeg. Kijöttem vadászni, és az összes elment. Na, azt kerestem fél órája, ez meg hókon lövi. Kiszedegetik ki a kisköveket, nem győzöm visszatölteni. Egyet kiszedtem, bocsánat. Hármat. Egyet szedtem ki. Három hiányzott. Neked hiányzott három, jó? Láttam, hiányzott. Azt hiszem szerek csigát, aztán lesz csigaleves. Hozom már vaddisznóhúst. Á, mindegy. Én csigát összeszedek, hogy akkora nagy zsákkal megyek vissza, hogy nem bírok majd futni. Te mit vadászol itt tájban? Ja, megvan, látom, elkaptad. Igen? Ja, itt van. Vízi disznó. Én is ezt fogtam. Tengeri mala. Igen, csak picsán lőttem, az volt a baj. Uha, uha. Valamit ki kéne dobnom. Ugye? A csontokat. Nincs csont, azok már nem fértek be hozzám. Csigából nem lehet levest készíteni. Te vagyok háborodva. Abba begyűjtjük a férgeket. Így van. Üres, ebből kiöntjük a vizet. Te is aggódtál. Így van, ezt megeszem. És már is súly alatt vagyunk. Jobb. Te is laggolsz? Igen, egy kicsit. Jó. De csak egy nagyon kicsit. Visszük a hús, professzor. Csak győzzed megfőzni. Én mintha hallottam volna a busmanokat. Igen? Ebben a játékban nincs walkie-talkie? Nincs, hála jó égnek. Kár, pedig sokkal jobb lenne. Nézd, itt kevereg valami állat. Jöttök erre, visszafele azt nem tudjuk fővenni. Elég, ha agyon csapjátok, hogy én főszedem. Meghalt. Itt van, professzor, szedjed összefele. Összedem, hagyjad. Mi elbírod? Aha. Kakaós csigaleves, így van. Az is lesz. Meg paprikás csiga. Meg a tárkonyos egérbe csinált. Így van. Egy kis... saras vízzel szerintem, vagy nem tudom mit művészkedik professzor. Hova dobja ma izéket? A húsokat, professzor. Le a földre, majd mindjárt megmosom. Megmosom. Jó, lebaszom itt a bejárat előtt, az kész. Jó van. Közben egyetek? Hú, hát nem kell kétszer mondani. Nagy gombaleves. Gombaleves. Nem bírok magad, mit tele vagyok. Én is piácosodtam. Piócásodtam. Dehogy is, valami meghol. Banánlevél turmix, az se rossz. Mikor ott a banán, inkább a levelét turmixolod le. Ja, az jó. Az jó. Kéne nekem egy kötés lábamra. Ládába. Nálam nem jelenik meg az a baj. Jézus! Ne dűnj szét! Szétdőd, amúgy. Srácok, amúgy tudja... szerintem professzor volt az. Ne dobáld a vízbe a kókuszhéjat, meg a rothadt húst, meg az ilyeneket. Az nem én vagyok, én összetöröm az összeset. Na, viszont nekem nincs a ládába. Bent. Még múltkor a Csabi takarította. Aha. Igen? Ez az, ami itt rohad a vízbe? Aha. Fasza. Ezt szegény csináltam. Hoppá. Na. Jó, szerintem a csigákat kirakom akkor, hadd menjenek. Megégett garnilarák. Az is volt ott. Minden is. Ő professzor, az igen. Na mi az? Hát lassított felvételbe futsz. Ja.
Szóval, nekem nincsen bent a állóba. Itt van. Mindjárt kidobálom a csigákat, hat fussanak. Kiengedem őket, hat fussanak egy kört. Kapsz tőlem kettőt, jó? Egy, kört, kettő. Egyiket fel is használom, úgyis. Ú, mennyi hús van itt, azt a minden. Na, mindjárt megmosdok. Aztán akkor... Egyetek csak, nekem is kell majd ennem. Ott hagyjátok az ökolábnyomotokat, így van, így van. De ez akkor sem olyan nagy méretű ökolábnyom, mert lebomló cuccokból dolgozunk csak, úgyhogy... Professzor is már háromszor lebomlott ma, úgyhogy teljesen jó. Most hova lettetek, Hector? Csabi? Na, srácok, most egyelőre akkor nem kell majd cucc, mert igazából... Hozok neked egy kis ráklevest. Rákleveshez rákot. Gombaleves. Gomba. Biztos nem fogok abból enni. Azt hiszed, professzor valami galócából csinálta? Hallod, itt szerintem fogott egy nyílméreg békát. És a bőrébe beletekerte a gombát. Jajjá. Új, itt van egy pár azért béka. Itt voltak lenn a patakparton a rákok, majd mindjárt lövök egy-kettőt. Elvileg a szárított sáska az finom. Igen, úgy azt mondják, hogy van egy pár olyan rovar, amit így kiszárítva finom. Annyi hús van nálam, srácok, hogy 73,80 kg cipelek az 50 kg helyett, úgyhogy mostanában ne hozzatok, mert ránk rohad. Tessék szépen enni. Hallod? Tessék szépen enni. Mi lenne? De előbb még azt mondtad, nem, itt a hús eldobva. Itt van a hús eldobva. Ott nincs egy darab se, elárulom neked. Most vettem el, és viszem felfőzni. Biztos. Mert én összeszedtem mindent, legalábbis ami nálam látszott. Akkor bebagolt. Az a baj, a karakterem fullon van mindenből. Nekem izé kell szénhidrát, de hát az nem jön a húsból túl sok minden, úgyhogy... De itt van banánfa nálunk. Kibasztam mind a kettőt. De miért? Az egyetlen banánfa. Kellett a banánlevél a tetőnek. Hogy banánfákat basztott ki. Mi se lehet? A nagy banánfákat basztott ki? Igen, na, igen, igen. Ilyen. Amint termett a banán. Itt van a helyük. Na, mondtam, hogy mind a kettőt kicsaptam. Tehát szoptassanak meg. Hogy talán visszanőnek. Hát azokat én... Mert szerény szétvertem őket. És hova lettek a rákok? Eszik a tüdőmet. Az se rossz. De tényleg itt voltak. Hova lettek? Á, látlak. Vagy ez gomba? Az gomba. Gomba. Mi, rákot akarsz enni, vagy mi? Hát gondoltam ilyen kis... Ó, oh, itt van. Mr. Rák. Azok itt vannak jobb oldalt. Ó, mit csoda mesterlövész. Az. Erről csak itt a madár. Mi? Na, tüskés rája. Nincs helye a hátizsákban, várjál csak ebből betolom. Még nem is láttam. Én se. Most itt volt. Szeretne valaki rákot enni? Öcsém, nem bírok átmenni, hallod? Itt annyira le vagyok terhelve. Hát menjél körbe. Tüskés rája tüske, és tüskés rája húst. Szedtem belőle. Meg ha tudnám, hogy a tüskés rája tüske mire jó. Mondom, lehet, hogy ugyanarra, mint a... Csont, tű, meg a... Igen. Meg a mi a neve. Szálka. Lehet. Na, most már én is fullon vagyok mindenben. Botot hozhattátok majd. Mi kéne a tűzre rakni? Én pakolok folyamatosan tűzre. Jó, itt van 40. Ebből is van.
szaszgáltak a rákok a víz. Oké, itt is van, ebből 50 darab van. Jó, én hozok botot, nálam van. Nézzük, nem tudok kirakni egy kis követ, nem evitte el valaki életleli. Csak egyet. Nem. Kár. Hát jó, a rákot nem sikerült lelőnöm amúgy. Nálam van egy rákke. Ja, nem, csak ki akartam próbálni, hogy lehet-e belőle levest főzni. Nem tudom, ki hagyott itt egy fém nyilvesszőt, de én elvettem, mint a szart. Na bazd meg, akkor az az enyém volt. Fél nyilvessző? Fém nyilvessző. Ja, fém nyilvessző. Igen, már csak kettőn van. Mennyi helyen van? Ezt megcsináljuk így. Mondd a profnak, hogy egy jó gombapörkőt te csinálhatna. Mondta Zsolt. Hát, ha hoztok gombát. A kék gomba kéne, abból. Mit, ilyen kisebb kókusztálasat, esetleg fém tálasat, vagy teknős békás? Persze, azt még tálasat. Variálja is. Tényleg, teknős páncélotok van? Nincs. De bármi volt. Ott mászkálnak az erdős részen. Láttam, de nem bírok menni sem, mert 61, majdnem 62 kiló van rajtam. Ami fölös hús, professzor, azt ragd rá a szárítóra, mert meg fog rohadni nálad. Van 8 vízidisznó hús. Az, hogyha ráfér a szárítóra, azt ragd rá. Ugye sütök bele egyet, meg van 2 darab papagáj. Mi? Piránya, bocsánat. Nem is papagájhal. Hol a szárító? Már csak azt kell megtalálnom. Rájöttem, srácok, a tábor miatt laggolok. Mert olyan genyó sok épület van, hogy... A rengeteg romlott hús, ami le van szórva a szárító alá. Na, az viszont nem én voltam. Hát az megrohadt. Azt meglepotyogott? Ah. Amúgy itt is itt van 3 medalja egymáson, ez is be van rohadva. Professzor, dobtam oda neked egy teknős páncélt. Kösz. Igen, nekem is az a problémám, hogy ki vannak rakva ide a szárítóra húsok, és nem megy a szárítási folyamata. Tehát feleslegesen vannak ott. Ja, tényleg egyébként nem működik, basszus. Viszont ha nem működik, kirakjuk, az csak megrohad. Akkor annak meg úgy értelme nem lesz. Igen. Ide dobom a tüskés ráját a tűzhely mellé, professzor. Meg hoztam egy gombát is. Így. Mindjárt megsül a hús, azt megeszem. Csak előbb van már megint valami rajtam. Na, nem megyek el kék gombáé. Aludni kéne a karakteremnek. Hát az fölösleges. Meg főmegyek az őrtoronyba. Az vagy te egy őrtorony. Őrködöm. Szóval gombalevest csináljak, vagy ráklevest? Amit szeretnél, teljesen minden. Rákos gombaleves. Rákos gombaleves. Olyan nincs. Gombás rákleves. Csak egyet lehet választani, egyféle út nem keverik. Próbáld ki, én nem is tudom, hogy a rákba egyáltalán lehetette leves csinálni. Hát ha nem, akkor szétszedem majd, aztán megnézem úgy. Meg ledobtam a tűzhely mellett, ott van a rája is. Jó kis szarok rája leves csinálni. De jó. Gyanúsan nagy a csönd. A busmanékkal mi van? Lehet, hogy nem tetszett nekik a múltkor csajsz, amikor... Vagy nem, veled mentünk? Nem, Ektorra mentünk, az beleszartunk a tábor közepébe. Az lehet. Nem, én akkor valahogy... Ja, áramszünetem volt, az kidobott. Igen. Most én meg itt teremtem újra. Igen. Milyen rákunk van? Vörös. Igen, folyami rák gondolom én egyébként. Na nézzük.
És kacok, legyetek, jó, lemerült a telóm, szarok rája levest. Így van Attila. Na egyébként bele lehet dobni egész barákot a cuccba, úgyhogy vörös ráklevesünk van. Na. Meg gombalevesünk is, meg két húsleves is. Ez a kulináris élvezeteket csinálj. Húsleves, húsleves. Igen, lesz Attila live holnap. Holnap konenezni fogunk valószínűleg. Conan Exiles lesz. Az hasonló kaliberű, mint ez, csak nem belső nézetes, és teljesen más. Ez tökéletes. Korrekt megfogalmazás. Ugye, ugye. Az ez ilyen fantázi játék, és ott is építkezni kell, és fogjuk szidni a készítőket rettentően majd valószínűleg. Mi ez a rengeteg csiga itt? Rejtélyes csiga nyers, ide van kibaszva a partra. Figyelj, ne bánj őket, kaptam, hadd fussanak egyet. Ja, értem. Addig én eltüntetem a rothadó húsokat innen. Gondoltam, visszaszaladnak majd a fatőrshez. Szia Csaba, köszi szépen a lájkot, haver. Király vagy. Nincs mi. Nem te! Na, megindult a izé folyamat, srácok. A szárítási folyamat, el se hiszem. Meg nálam is, jaj. Ebbe van ültetve valami? Ja, nincs van. Nincsen, még van? Vagy ektor rakott bele? Nem tudom. Szerintem valaminek kell ebbe lenni, kicsiben. Mert elég jön. Már ilyen, nem, nálam csak szárított. Szerintem sincs benne semmi. Nincs benne semmi. Várjatok már, melyikben, nem ám is szétveritek a finomságokat. Finomságokat? Valóban itt mondják. Ja, nem, az a melyikben Csabi az egy dohánylevelet termeszted. Nem, már Maleneriát, vagy mi a gecit. Kis-kis rájött, tüske. De most nincs benne mag semmi. Üres. Most üres. Mert nincs nálam. De ez milyen fát termeszt, vagy tenyésztesz itt? Én rendes normál fát beraktál? Hát, diót ültettem el, amit a nagyfáról szedtünk le. De ez lett belőle. Óriás varangyhús nyers. Professzor, miután te vagy a szakás, szana szét vannak haigálva a kajákba ezzel a táborban. Ugye? Ugye? Pedig az nem én voltam most. Hát akkor ki volt? Meg kaját nem dobálok széje. Amúgy se. Hol Anyuk? Van? Hát itt a ülőkéne. Állj így meg! Az, professzor kőbaltával kergeti a varangyodban. De rácsapok és nem döglik meg, nézd meg. És most? Nálam meghalt. Nálam csak simán megállt. Majd nálam is, nem bírom begyűjteni. Kőbaltával kergeti a varangyot? Na, én később. Na, vagy. Szóval hol van a eldobált hús? Ott a farönknél, a másik tűznél, ott a fólia alatt. Ott. Hú, van a ráklevesem, itt van. Nekem most nincsenek semmi baja. Na, ez fehérjét, meg szomjúság, meg egy energiát ad a rákleves. Garnélát főzök itt meg. Professzor tovább ugrál a béka, amelyiket leütöttük. Nem mondod. Lehet kifagyott. Ez ilyen halhatatlan béka. Így te, ez nem ugrál, hát ez olyan gyorsan cikázik, mintha nyúl lenne. Na végre. Azt a rabbit. Jó van, szia Attila. Na, a karakterem meg úgy döntött, hogy szusszok kell egyet. Már megint? Hát baszik. Azt a balszó baszik. Olyan, mint az élet. Crazy Frog, igen. Ez az őrült béka, ez az itt ül, nézd. És meretten néz. Na, most elindult. Köszönöm.
Végre elindult a végre. French. Én láttam is az esetet. A professzor egy akkora kövbaltával, mint a feje, agyonvert azt a szerencsétlen varangyot, és így kifröccsent a leve. Amúgy, hogyha... Apa, mi ez itt? Mi ez a fekete, kajmán megromlott hús a sütő mellett? Hát, ki a szakács? Ki dobta ide? Mert ez nem mászott ide magától. Ki volt a hunyó? Ez az. Vacom, újabb ügyünk. Újabb ügyünk van, ki kell deríteni. Kiszad bele az alma közepébe. Vacom! Nyomozunk. Az elkövető valószínűsíthetően 30 év körüli férfi a lábnyomok alapján. Jól láthatóan sietett a büntény elkövetésével. Azóta természetesen a bizonyítékot eltüntették a helyszínről. A nyomok a sustnyáson át egészen a kunyhóig vezetnek. Igen. Érzem is a szagot. Érzem a szagot, hogy ki lehetett az. Igen. Itt van a újabb lábnyomokat látok a földön, Watson. Igen. Ön szerint hányos lábméret? 2-től 6-ig. 2-től 6-ig. 42-től 6-ig. Ja, jó. Belerakom a... legugolok, belerakom a pöcsömet. 44-es. Jó, tehát a gyanúsítottak körét, mivel... mivel egy kibaszott dzsungelben vagyunk, és nincs rajtunk kívül senki más ezen a szárban, a busmanok pedig nem viselnek cipőt, így le tudjuk szűkíteni két főre a gyanúsítottak számát. Professzor, állj meg egy helyben, le kell mérnünk a lábodat. Várjál. Ez egy 38-as cipő. Nem, úgy ide guggolok, oda rakom a pöcsömet, ugyanakkora, mint az a lábnyomból. Szűje. Igaz, hogy 10-szer kellett odaraknom, de ugyanakkor. Jó, tehát professzort kizárhatjuk a gyanúsítottak köréből, hiszen ő a konyhában sütött főzőt, illetve a lábméret sem stimmel. Watson? De nem zárhatjuk ki, mivel csak nála lehetett hús. Így van, mivel ő a szakács. Mi mindent leadtunk. Ezért, amiért ő nem főzte meg, lehet, hogy kidobta. Hector, állj meg! Le kell mérnünk a lábodat. Állj meg. Ó, okay. Rejti, látod? Rejtegeti benne áll a fűbe. Nem baj, a pöcsöm odafér. Oké. Okay. Ez is ugyanakkora. Bámulatos. Ez egy örök rejtély. Watson, az aktát ideiglenesen lezárom. Megyek és beleszarok a főzelékbe. Hozzányomta a pöcsét a lábamhoz. Én közben meg piócát. Hogyha egy piócát ráraksz a pöcsödre, igen? Akkor te tulajdonképpen szopadsz egy piócát? Hát, átvitt értelemben, mert a pióca nem azt akarja kiszopkodni, és az fáj is egyébként, mert ilyen recés tüskéje van. Te állat, már próbáltad. Tudtam. Fúj! Hentai! Találkoztam már piócával, de nem volt a faszomon, hála jó égnek. Hentai! Kuss! Megy, hussus! Távozz tőle! Kellene bot? Nem vagyunk mi öregek. Nekem egy kiló 20 000. Kiló 20 000-es kéne. Ott van bot, hát itt van egy valaggal. Még rárakok én is, tessék. Megint van 20 darab botod. Vágjátok, hogy meg kb. 5. napja nem esett az eső? Igen, egyébként kezdek aggódni, mert ez így asszály lesz a dzsungelben. Ez így problémás, igen. Uh-huh. Hogy állnak a tüzek? Erről lehet mutatni. Na, én beállok füstölődni. Tettem rá a tüzet, hogy szemet, hogy füstölődhessé. Előbb én is raktam már, majdnem maximum. Most pakoltam tele mind a három tüzet. Na, én kiszaladok egy zigarettára, szerintem. Igen, szerintem én is azon gondolkodok. Srácok, zigarettaszünet, 5 perc, mindenki menjen el WC-re, Szása töltsél egy újabb fél üveg bort magadnak. De. És akkor
Folytatjuk tovább, mindjárt jövünk vissza, srácok. Addig gyönyörködjetek ebben a szép dzsungeltájban. Remélem, hogy jönnek a busmanok, az fejbe basznak valamivel egy messziről. De jó lenne. Igen. Na, mindjárt jövünk. Miért nem a ház tetejére mentél akkor? Hát csak. Meg én is a tűz mellett állok, meg maradja a józanságom. Na, itt is vagyok. Visszajöttem. Többiek azok még Szentpéterváron vannak dohányozni, úgy látom. Jaj. Hát, busmanok továbbra sincsenek sehol sem. Ott szoktak énekelni amúgy. Azon a partrészen ott. Vagy meg, ott a bambusznál. Vagy ott a bambusznál, igen, ott szoktak még gyűlni. Hova valósi vagyok? Baden-Württembergben lakom jelen pillanatban. Budapest amúgy, Budapest. A nagyfaluban. Az vagy te nagyfalu. Nagyfalu. Bucuresti. Látszik, még professzor nincs, tele vagyunk békákkal. Igen. Még nem vadászta le ők. De... igazán jó fej srác, mert itt főzi nekünk a gombaleves, meg húsleves. Hát mert nem merjük kiküldeni az erdőbe, mert meghal. De tényleg. Putko is megölte a macska. Ek a bélférget. Megint professzor a téma? Igen.
Te mit csinálsz? Lőttem valami nagy halat. Bazd meg, nem bírom kivenni. Legalább a nyilvesszőmet visszakaptam, de itt volt egy hal. Ja, várjál. Ez is csontnyelvű hal. Ó, nem bírom. Nem bírom berakni. Busmanokkal nem harcoltok? Akkor harcolunk a busmanokkal, hogyha feltétlenül muszáj, tehát hogyha nem tudunk kimenni miattuk, vagy ilyesmi, mert sajnos itt ebben a játékban úgy van, hogy ha harcolsz, akkor ugye elég könnyen meg tudsz sérülni. És utána egy csomó idő az, hogy mire meggyógyítod magad. Ne, fertőződik a cseb. Ja. Ha meg nincsenek is busmanok most. Na most igen, most elég messzire kéne menni, hogy őket vadászgassuk. Úgyhogy jelen pillanatban most nem harcolunk a busmanokkal. Ja, begyűjtöttem a magadat. De korábbi, igen? Aha, sikerült. A picsába. Lép föl akartam venni. Aha, látszott. Ha megettem a banánt, hogy elférjen. Jók ezek a szlájdoló békák amúgy. Nem is úszik, csak csúszik a picsáján végül. Na, ez már egy normális béka. Busman leves tudtok csinálni? Tudnánk, igen, de akkor megőrül a karakterünk. Tehát ebben a játékban nem úgy működik, mint mondjuk a Forestnél, hogy ott simán megeheted a... Conan Exile-ba. Hát, hogyha olyan vallást választasz, igen. Tehát nem ehetjük meg itt ebben a játékban az emberhúst, mert megőrülünk, bedilizünk. Jó kis nyílméreg békát kéne egyet fogni. Ez professzorra megetett. Bazdmeg, itt vannak a izék, ki vannak rakva a szárítóra a húsok, és folyamatosan megrohadnak. És tényleg. Már nem azt írja, hogy nyers és pörög. Itt még oké, csak így lepotyognak. Meg itt is volt fönt egy kajmán hús, ami meg volt rohadva. Tehát nem úgy működik a szárító, ahogy kéne neki. És hogyha ugye megőrül a karakter, tehát teljesen lemegy a sanity-je, akkor konkrétan azt halucinálja, hogy rátámadnak a busmanok, és azok a halucinált busmanok, azok konkrétan tényleg sebeznek, tehát megölnek téged a picsába, az a vége. Úgyhogy... Professzor, tudna erről mesélni. Úgyhogy nem eszünk ember húst. Ezért zártuk be professzort erre a szigetre. Mit szereztek a busmanoktól? Itt van például törzsi láncsa. Ezt tőlük szereztük például, meg íjak, törzsi íjat például. Ezek jobb minőségűek, mint amiket mi elő tudunk állítani. Nekem is az van jelenleg. Tudunk tőlük ilyen törzsi nyilvesszőt is szerezni ilyenkor, amilyen fémhegyű. Ez a játéknak a kezdeti szakaszában ez nagyon jól jön, mert ott még ugye nem állítasz elő vasat vagy fémet. Tehát nem tudsz saját craftolt nyilvesszőt csinálni például. Úgyhogy addig a izé van, addig a törzsi nyilvesszőket gyűjtögettük, azt azzal lövöldöztünk. Állok itt a falrönkön és jönnek rám a piócák. Az ne állj a falrönkön, abból nem tudunk főzni levest. Miért? Hát ez az. Például ezt a horgászbot csapdát is a busmanoktól tanultuk. Meg ezt a garnéla rákfogó csapdát is abból lehet. Tigris nincsen. Ugye alapból játék azt hiszem az Amazonas esőerdőjében játszódik, tehát itt nincsenek is tigrisek. Jaguár van, puma, meg ilyen nagyobb macskák vannak, igen. Na hát azokat nagyon szeretjük, tehát amikor azok előkerülnek. Mert rohadt gyorsan szalad, rád rohan és már... És a semmiből is olyan sebeket okoz, hogy öröm ellátni azokat. Hogyha túléled egyáltalán. Hát igen.
nem egyszer széthortak már a macskák minket az erdőben, úgyhogy már megtanultuk, hogy ha a hangját halljuk, már mindenkinek azért ugrál a bal szeme, tehát hogy... Kikkelünk. Mondjuk, hogy cica. Cica, igen. Szia Alexandra, köszönöm szépen a lájkot. Nem megyünk valami felfedező útra? Mit akarsz felfedezni, Csabi? Na. Mit tudom én, bármit. Mondjad. Kurvákat, vagy bármit. Hát azok mondjuk nincsenek a játékban, de... Hát bármit. El kell mennem aludni. Hagyjad már. Köszi a halat. A halakat? Hát valami volt. Erjen. Igen. Megint piócás vagy. Valam. Ja. Köszönöm szépen a bekövetést is, Alexandra. Csabinak milyen jó ötlete van. Unod Mizsolt? Rettentően. Jó van, elmegyünk, mi nézünk valami akciót, na. Obszidián kéne nekem szerezni. Igen? Akkor barlangászni is el kell menni. De elmehetünk felől, megpatkolhatjuk Csabi azokat a busmanokat ott a táborban, hogyha gondolod. Na kell menni. Mentek gyorsan egyet. Felpimpelem magam. Hogyha valaki nem vágta volna ki ezt a kibaszott banánfát. Én nem tudom, miről beszélsz. Hagyd meg. Kéne vinni vizet. Kötést. Jó, van vízem, van fájdalomcsillapítom, van nálam kukac is, egy darab. Tűzgyújtó, azt a sügért begyűjtjük. Úgyis hajnalodik. Nem unom, mert ha unnám nem lennék, nem itt lennék. Na, ennek igazán örülök. Na, én kész vagyok. Picit lefekszek aludni. Nézd csak, Csabi, mit szereztem neked? Mit szereztél nekem? Gyere. Várjál, aludni kell. Nem kell. Nem kell. Tessék. Milyen? Zsír, obszidián kő. De ez csak egy darab. Hát mi, ez mennyi kell? Mit akarsz csinálni? Obszidiát. Hát ott van nálad. Abból a sírkövet akarok magamnak. Előre. Hát ahhoz akkor tényleg kell még pár darab. Nekem létszik. Na. Fullos a karakter. Oké. Okay. Vagyunk vízzel. Zsír meg hús kell majd. Úgyhogy eszek gyorsan professzor híres húsleveséből. Oké. Okay. Nyugodtan edd meg az egészet, akkor legalább újat csinálok. Megettem. Nem? Á. De. Na, megvagytok? Indulhatunk? Várjál, tiszta vízzel visszatöltem magam. Jaj, meg arról nem is beszélt kell kék gomba. Ma na, hát megint a narkó, mindig. Egészség. Hát maláriás vagyok. Dehogy vagy. Na, mehetünk. Na. Merre menjünk? Hát, busmanék felé, nem? Na, ennyi. Ki jön? Jövök. Szerintem mindenki, nem? Professzor szerintem ki megyik engedni? Nem, én itt maradok inkább. Jobban jár mindenki, hidd el nekem. Az se rossz. Figyelem a tüzet. Hát jó. Töltsd fel addig a fakészleteket. Most erre megyünk, ebbe az irányba megyünk. Hoztatok molinériát magatokkal? Van kötszer? Van nálam. Van kötszer. Jó. Ez dohány, de jó az is szerintem. Aki... Van nálam miatt kígyó méregre is. Meg sima molinéria is van. Nekem kék gomba kéne, vagy valami kávé. Az. Na, itt is vannak már nagy fák. Két napja nem drogoztam. Két napja nem voltál beállva, mint a gerej. A játékba. Így itt van. Mi? Na. Busman. Igen? Hol vagy? Hol vagy? Jó, ott. Hol van? Valahol itt, csak az éneket hallom. Aha. Itt ott vannak szembe. Lopakodjunk. Észrevettek. Többen vannak. Nem, még nem vettek észre. Akkor már ordibálnának. Még csak énekelnek. Kerítsük be őket.
Na, ők Dasistine Bushman. Négyen vannak amúgy. Fej, mehet? Mehet. Így az nagyon jön rám, bazd meg. A egy, kurva anyád. Anyád! Valószínűleg nálam úgy laggolnak, mint a szar. Kirek lagoltatják magukat, ne tudjátok belőni őket. Egyik elszaladt, nem látom. Itt vannak még ketten, baszki. Hol? Akadt. Oké. Okay. Hál a páncélomnak nem sérültem, baszki. Én is. Na, ők voltak Dasist Bushman. Nézd meg mekkora izét. Pöcskupakja van. Látod? A termékenység szimbóluma. Valamerre, erre is lőttem egyet. Én is meghalt, hallottam. Oké. Okay. Gyorsan ezeket elpusztítjuk. Mi szétszeded a busmanokat? Aha, mert abból jön vissza izét. Hát viszek csontot haza. Meg abból jön vissza a nyilvessző. És meg kellene úgy is férgek, hogy nehogy... esetleg valami olyan... Hát igen, az is egy megoldás, hogy visszavisszük a húsukat, és akkor megrohasztjuk, aztán abból lesz ugye kukat. Fődolgoztátok? Ennyi ja. Bushmannal találkozunk? A húst akkor vigyük vissza. Elvigyük a húst. Főbontom azt is, ami itt van valahol. Professzor, szeretné banánt? Banán. Nem igazán gondolkodtam rajta. Arra már kabátot lehet akasztani, így van. Olyan szép méretes. Nem tudom egyébként, hogy nem akadályozza őket a dzsungelben, tehát nem akadnak föl az ágakba, meg ilyenek. Na hova dobjam a húsit, prof? Hát valahol félreeső helyre, mert azt ugye nem tudunk más csinálni vele, csak ott hagyni. Le. Mindjárt. Most éppen botot gyűjtök. Egy kicsit kifogytunk. Na, úgyhogy már itt voltak a busmanok a környékünkön, csak nem jöttek közelebb. Jó. Liamból is megvagyok. Hector kijött, mi ez? Rambó a vízbe. Hát, idefele mosakodtam egy kicsit. Na. Hova tettétek a emberhúst? Oda a táskák környékére. Nekem is meg kell mosdanom. Táskák környékére. A tábor tűzhamu meg ide ki van baszva. Nyilméreg béka, meg vörös hangyaboly, meg minden van itt. Na, ehhez nem szabad hozzáérni, de ezek buzik ezek a békák, mert ezek állandóan jönnek rád. És hogyha hozzád ér, akkor megmérgez. Na, bazd meg. Nincs a nálam izé. Kis bot. Így. Szép tiszták és kívánatosak vagyunk most már. Jobb. Te mit craftolsz? Még egy-két nyilvesszőt, mert jött toll a busmanból. Valamelyikbe raktam tollat. Nem, én nálam van. Na most van 9 vesző, még egyet tudok majd craftolni. Na mehetünk vissza? Én itt vagyok ja. Még kint. Busmanok voltak. Igen, de ott tovább jöttök és itt vagyok lenn a folyónál. Nagyon gyorsan leég a tűz. Most. Most elraktam mindegyiket, elmentem fáért. 2 perc. Visszajöttem, és már majdnem elaludt. Hát nézd meg a szénkohókat, aztán tegyél rá szanit.
gyorsabban megvan belőle, mint a fából. Ó, gomba. Tibi. Na. Tibi. 35-22 fél. Ó, már látlak is titeket. Igen? Igen, most már én is őt. Jó, ott van. Kéne aludnom egyet, srácok. Aludjál. Nekem meg be kéne tolni a gombákat. De addig meg lehet leég a tűz. Hát majd raksz újat, van ott még fa elvileg. Legalábbis kéne, hogy legyen. Ó, ott van jó gyümölcs. Igen. Igen. Ja, az a vizes gyümölcs. Mondjuk nekem zsír kéne. Itt van, gyere, itt a dió. Dió. Nézd, mögötted. Itt. Dió. Ez tolja, mint a szart. De aki nem ismeri a játékot, srácok, ugye négy fő alkotóelem van, amit fogyasztanod kell, hogy ne dögöljél meg itt a dzsungelben. Ugye kell a fehérje, az a piros, van a zsír, az a zöld, van a sárga, az a szénhidrát, és a kék a víz. Hát ezeket kell mindig szinten tartani, vagy fölnyomkodni, hogy a karakter ne akarjon behugyozni. Már eszi a gombát. Jó, az. Na, már erre menjünk. Ezzel a 30 méter eltávolodása a tábortól. Ezzel nagyon sok kalóriát elégettem, úgyhogy muszáj volt gombát ennem már. Nekem energiám nincsen. El van fáradva. Igen. Hát akkor nézzünk. Hát van. Aha, az éke. Ja, liánból már meg vagyok. Hoztam magammal kettő ilyen monster a gyümölcsöt. Íííí, szakadék. Találok akkor. Majd nyomom be azt is. Az is ad, azt hiszem, 10 energiát. Ja, az a... uborka? Az. Uborka. Te mi? Nem az. Olyan, mint a, olyan, mint a kukorica. Találtam is. De amúgy hogy tudtátok szétverni a, azokat a kunyhókat, amik alapból itt voltak? Itt is van Hector, nézd. Az virágos. Virág az mérgező. Ja. Micsodát, professzor? Kunyhókat, amik itt voltak alapból, azt hogy tudtátok szétverni? Fejszével. Oké. Na. Nekiestünk, azt szétdurrantottuk. Nem tudom, merre megyünk, csak hogy megyünk. Itt van Molinéria. Na már megint. Anyát picsája. Ó, már látom a kék gombás fát. Ott van. Kék gombát azt nagyon hajtják a srácok. Mert ugye az felviszi a staminát, meg az energiát. Sokkal ellenállóbbak. Vagy nem is ellenállóbbak, de tovább bírja a karakter. Ezek a szexi kék gombák azok. Jól van, köszi szépen Zsolt, halló! Meg a diót is az aljából össze kell szedni, mert... ez meg sok zsírtot. Én egy darabot nem találtam, Dió. Én eddig kettőt. Óriás varany testet találtam. Testet?
Töstöt. Hol vagyunk? Most vagyunk 34-19-5-nél. 34-19. Valamelyetőknek van itt egy akkora teknős páncélja, basszus. Itt lesznek a busmanok. Hol? Hát itt mutatja a táborukat valahol. Én hallottam már sípot. Nádi hegedűt. Itt lesznek fönt a... Ott vannak fönt a... Itt a párkányon, a sziklapárkányon majd valahol. Szerintem. Valahogy megyünk fel. Fogalmam sincs. Már hogy itt nem, az biztos. Ne hagyjatok itt. Itt tudunk fölmászni amúgy. Ja. Ha eljöttünk már, mellettük amúgy. Igen. Figyelj, Csabi. Puty! Ne tudom. Jó, ilyenkor amúgy professzornak is megvan. Micsoda? A belépsz a menüdbe, vagy ugye oda az inventory részbe, és a kalapácsnál ott látsz hátul egy ilyen, hát ilyen pisztolyszerű. Vagy hogyha a tűzikonra rámész, akkor ott látod, hogy van egy ilyen sárga palack, kötél. Igen. Megvan? Jó van akkor, neked is megvannak. Valami sárga palack, de mi az? Az légző palack, oxigén palack, a víz alatt tudsz vele menni. Na már csak jó kérdés, hogy tudjuk megtölteni. Nem kell, elvileg. Eddig legalábbis. Infinite. Eddig legalábbis, igen, infinite volt. Én hallom a... csípokat néha. Itt van, igen. Valami. Itt van, van egy tábor. Igen. Aha. Itt. Lehet menteni, meg mit aztom. Na. Ezt kérem. Tüzes íj. Bizony. Ja, ez a tűzgyújtó. Jó. Oké, teljesítményt értél, valami tüzes akármit. Jó. Azt írja nálam. Ágybezzeg nincs. Építsünk. Nem tudom. Legyen már teljes. Pálmába? Aha. Az van itt. Hát igazából itt kurva sok a banán is, tehát... És te banán csináltál? Nem. Hogy összeszedem a levelet, ezek már megépítették az ágyat. Jó ét. Így de. Az föl kell, aztán meg lesz baszódva. Igen. Varum. Csinálsz tüzet? Jó, ráütöttem. Nem törnek széjjel a rönkök. Begyújtsam. Gyújtsd be. Most. Na, eltört a fémfejszém. Az se rossz. Az baj. Az very nagy baj. Az veri nagy baj, mert nekem nem volt csak ez. Jaj, már ég a tűz. Akkor csak alszok egyet én is. Aludjál egyet. Vendégem vagy. Eszem itt a gombákat, hogy ébren maradjon. Hallod? Pulykázzuk már meg álmába. Én de bejövök, kigombolom a nadrágba, rárakom a fejét. Mi csinálsz?
És hopp, véletlen be is kapta. Belélegezte az acseszt. Jaj. Kedvem, hogy ilyen ormótlan sok mennyiséget iszik meg a karakter. Na, megyünk tovább. Eddig is átvártunk. Csak az okásos, de már kezdem megszokni. Mit vártál rám, te buzi? Szoktassalak meg 3 óránként, mint egy csecsemőt. Ne, erre menjünk. Lefelé? Visszamenjünk? Azt akartam mondani, hogy ne erre, mert itt leesünk. Ott le tudunk vagy visszamászni megyünk, amúgy. Vagy itt fönt elmegyünk. Ott fent, mintha egy barlangot látnék. Igen. Én na, is. Hol? Gyere. De nem az. Nem az. Beszoptuk, we fucked. Beszopott? Uh-huh. Savi, az egy dolog, hogy rajtam van pióca, de szerintem rajtad is. Most Ajma. Lett ebbe a pillanatba. Kurkásszátok egymást akkor. Megvan. Még rajtam van valahol egy. Hol látod? Én már nyílvesződet tudom elvenni. De ne forrog már el, mert nem bírom levenni. Jó, mindegy. Bazd meg a piócád. Megvan. Nekem a nyílvesződ akart elvenni. Ó, itt nem tudunk tovább menni, mert leesünk. Jaj, jaj. Ja. Hát akkor vissza táborba. Szereztem professzornak ilyen egzotikus gombát gombaleveshez. Vízgyűjtőnkben nincsen víz. Hát mert nem esik már 5 napja az eső. 5 napja, 5 hónapja. Ezt nem írja ki, hogy hanyadik napon vagyunk már itt? Ha meghalsz, akkor kiírja elvileg. 32. Igen, az hol? Uh-huh. Escape. Túléltél 32 nap, utaztál 68,5 km-t, és hánytál 5 alkalommal. Az fontos. Nekem 3 napot ír, mert 3 nap után meghaltam. Ja, nekem 4 napot ír. Ó, oh. Milyen kedves hely ez. Döglött állatcsontokkal. És kezd sötét lenni. Vigyázzatok a hangyákkal. Ja. Na jó, menjek én előre. Persze, te kapd az első pofont. De visszamegyünk, vagy mi? Na vissza is mehetünk. Úgyis eltévedek út között. Hol vagyunk? Várjál csak. 33 és 20,5. Azt jelenti, hogy 20,5-nél vagyunk. Akkor telibe dél felé menjél, Csabi. Tehát jó irányba indultunk. Yeah. Remélem lesz nagy húsos leves professzor, mire visszaérünk. Semmi. Mindent megettem. Semmi. Mindent kiöntöttem a tóba. Örülök neked. Káká, az kaptam. De emberhúsból tudok csinálni frankó húslevest. Hallod? Megbaszlak. Hát figyelj is, hogyha megfőzzük levesnek, akkor is megkaptam a karakter. Szerintem igen. Vagy ha a professzor főzi meg, és mi eszik meg. Mert akkor nem tudjuk, hogy mit eszünk. Gondolod, ennyire komplex lenne a játékrendszere? Nem hiszem. Hát van lent. Itt lent szoktunk átmenni, itt balra van a... az. Aha. Amit van, van egy híd. Na. Leestem. Fasza. Basszátok meg itt bent egy nagy tó. De itt merültem le egyszer.
Valahol biztos itt, le lehet menni. Itt van egy félkész tűzünk. Búzi Skorpió. Anyádat meg is mart, meg kettő volt a kurva anyját, a basszák szájba. Hol mart meg? Amúgy egy csont meg egy kötél lesz a csontkés. Azt tudtátok eddig? Ha tudjuk. Ja, nem is próbáltam csontkést csinálni. Hé! Hey. Á, bazd meg! Belementem abba kurva hangyás kurva anyjába. Elszaladt a nyilvösszőmmel. Lopat róg. Megdöglik majd amúgy. De hol? Hát az már más kérdés. Azt tudjátok, hogy én nem tudok visszamenni. Dehogy nem. Ott kell kijönnöd, az kész. Tehát ott szoktunk átmenni, nem? Nem, ez nem az. Hát valahol biztos ki lehet jönni belőle. Nem tudom, valami nagyon barlangban vagyok. Jó néz ki ez az őrtorony, azt kell mondjam. Tetszik. Szávasz, professzor! Visszajöttünk. Csak megépítettük, aztán a busmanok basznak is jönni, tehát... Hát, ja. Ide ledobálom, amit neked hoztam, professzor. Mit szólsz hozzá? Franko, most még botok kell lennének, abban vagyunk meg csúszva. Botok? Azt mondtam, hogy hogy tette a másik tűzgyújtót. Mi? Azt mondtam, hogy hova tette a másik tűzgyújtót. Milyen másikat? Hát amit felvettem. Vettem fel olyan tűzgyújtót, amit ugye ez a íjas, amit húzogatod az íjat, aztán tekeri a fát. Ja. Sehol. Aztán gombát. Jajaja, gombalevesnek jó az. Csabi, jössz még? Már itt vagyok. Akkor elmegyek fát gyűjteni. Valaki felvette innen a izét? Kőfejszét? Én nem. Mi? Nem, a pengét vettem fel. Volt egy penge. Uh-huh. Szép. Mit csinálok csomból inkább? Minden csináltam, még nem boldogok itt. Csináltam itt sárt, begyújtottam a... Nincs a szénkészítőt, meggyújtottam újra az összes tüzet. Na, feltöltöttem a vizet. Ektorna. Ja, de tudom, hogy hol a csont. Professzor, az utolsóban ne rakjál már semmit, muszáj főzetet csinálnom. Jó. Ilyen pillanatban most elmentem aludni, mert kicsit oda volt a karakter. Yoda vagyok magáért. Azt ja. Még egy csont, egyel kevesebb kellett. Aj, nem ez kellett, bazd. Jó van, köszi szépen Szás, hogy benéztél, jó legyél, cső-cső. Har. Na akkor itt a tető-tető, ez banánból legyen, vagy miből? Igen. Banán, de oda nem mind is kell tett, semmilyen cucc, csak tetőt rakjál rá. Iha. Ja, helyszínt. Lövök madarakat, a nyilvesszőket kérem majd vissza. Nem. Megtervezem a banánlevelet. Hello, papagáj.
nem veszlek föl, mert akkor vissza kell adnom a nyilvessző detektornak. Tolból nem lehet más csinálni egyébként. Mire gondolsz? Nem csinálhatom le is végül is. Legyezőt. Akár. Meleg van. Hol vannak a papagályok? Na, egy, itt van. Hát ebben nem volt a vessző. Nem? Megvan a vessző az egyik. Hol a másik papagály? Itt volt, de nem volt benne vessző. Jó, az is tele van. Megvan a vessző. Megvan? Itt volt nekünk egy csomó bot. Itt a fa telepnél. Ezekből a gombákból mit lehet csinálni? Levest. De ebben az ismeretlenben, hogyha megeszed, akkor a bókádik tőle, mint a lakodalmas. Igen. Főzd meg. Gomba levest tudsz csinálni belőle. Másra nem jó. Sajnos. Hoztam még fát. Yeah. Így. Na, srácok, viszont ennyi lesz mára. Ennyi lesz mára a live. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a sok lájkot. Köszönöm szépen Hektornak, professzornak és Csajesznak is a részvételt és a közös játékot. Jók legyetek, srácok, holnap jövünk délután, és Conan Exile-ozni fogunk, szerintem ott is lesz sírva röhögés elég, úgyhogy úgyhogy találkozunk holnap. Jók legyetek, jó pihenés nektek, sziasztok! Sziasztok!